Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. Jaj, de nagyot futottam. 6 óra múlt 11 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri. Hello. Hello, Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Hello, Bali. Mindenkinek, itt vagyunk, rohantunk. Olyan verekedtetek, hogy mi megvitattuk volt? Megvitattuk az élet nagy dolgait, aztán annyira rövid ez a szignál, és annyira furán vért véget ez a szám, hogy gyorsan futnunk kellett. Igen, ahogy egy kicsit küzdeni kellett a beengedő kapunál, ugye, hát picit szockós itt ez a vonal, de hát... Neked van kártyád, nem? Van kártyám, van. Ha működik. Már reggel az első nyilkamba akasztom, hogy onnantól kezdve izé legyek, legálisan tartózkodjak az épületben, hogy valaki lefüleljen. Én most nem adtam vissza a kártyát, úgyhogy lehet, hogy persze ki kell mennem, ha bejön a portás fiú, mert odaadtam... Nem mi van? Nálam van, én aranyos volt, és hülye voltam, mert ott ült, és nem elraktam. Igen, most ő tartózkodik a portás, ő tartózkodik illegálisan az épületben. Igen. Gyerekek, nagy baj van, Muraj kiesett. Istenem. Jaj, tényleg. Oddad. Azt a mindenit. Ott van, Muraj búcsúzott. Ki verte meg? Anderson. Anderson. Na, most nem tudom, hogy mi volt az otca az a Muraj Andersonnak, de annyira nagyon sajnálom, hogy nem kérdezted meg tőlem, hogy ki nyeri szerintem a Muraj Anderson, mert akkor, én tettem az Andersonra. Igen? Na, a háromszoros, három-hatos otca volt. Az jó. Épp mondani akartam, hogy nem lehetett rossz otca Andersonnak. 3-6-os. Volt olyan külföldi fogadőröd, de a 4-es otca volt. És sejtetted, tudtad, láttam az eredményeit a srácnak? Láttam az eredményeit, meg tudtam a Möriről is, meg tudtam a kemény pályát a Mörinek, meg a hátát, meg minden, úgyhogy... Na. Van neki hát, ezt nagyon, én is tudtam. Nagyon most csak jó. Azért nem mondom be, hogy mennyit kerestem vele, mert nem akarok. Aha, jó, nem baj, csak egy jó pályát. Engem is érdekel, hogy te mennyit kerestél vele. Engem az érdekel, hogy mi mennyit nem kerestünk vele. Mert miért mindig akkor szólsz? Persze, mert mindig akkor szólsz, amikor 1,006-os otca van valakinek. Na, ráfogadhatok, tényleg, köszi. Most Muraj Andersonnál brutális otca volt az Andersonnak. Úgyhogy... Te tettél rá, te játszol ilyen sportfogadást. Hát, néha. Bele csúszol, igen. Nem szabad erről beszélni. Nem, hát. Mert otthon nem tudják, otthon nem annyira tudják. Ráadásul meg, amennyit eddig buktál. Játékpénzzel, baráti társaságban, kockás füzetben vezetve, természetesen. De figyelj, egyébként az Anderson most, mert én nagyon szívesen oda költözök a környékre, hogyha ez van a vízben, de hogy ő náluk mi lehet? Mi lehet egyébként a vízben, a kézműves termékekben, mi a tejben, a izében? Nem tudom, basszus, hát láttad, nyitnia kellett a izének, az opcsinak, hogy beleférjen a csávó. Hát a vízénél, a Mörinél egy fejjel magasabb volt, pedig nagyon magas, igen. Alacsony csávó. Nagyon magas. Hát akkor azért éri el mindig a labdát, mert ilyen hosszú a keze. Így nagyon magas. Dobdom ke 100-as, azt mondom, hogy a gyerekek, akkor mindjárt dobok egy 100-as. Van miből, Nincs még hitelem? Figyelj, amikor az Anderson a feje fölül adja vissza a labdák, akkor nem csodálkozik a másik oldalon a játékos, hogy fagyott labda érkezik. Anderson nagyon nagy, és szerintem pont a Federerrel fog összekerülni, vagy a Gasquet-Berdy találkozójának a győztese fog összekerülni. És Gasquet aztán megverte a Berdyket is, úgyhogy Roger pedig nyert hajnalban. Úgyhogy jók vagyunk. Hát nagyon jó. Mennyire nagy előny ez a magasság a teniszben? Mert hát, ugye azt mondjuk, hogy azért voltak olyan játékosok is, mint például a Michael Chang, aki ennyi szólva sem volt magas. Egy nagyon jó kis kínai játékos volt annak idején még, amikor engem érdekelt a tenisz. Gyorsasággal kompenzált. A szervánál mindenképpen előny, utána már azért nehezebben mozogsz, de van, aki nagyon magas és mégis nagyon dinamikus. De azért egy bizonyos magasság után már nehezen érsz oda a labdához, nehezen tudsz ütni, tehát nem feltétlen előny. A szervánál mindenképpen. Tehát a magas játékosok... el tudnád képzelni? Nem. Nem. Tehát, hogy nem, de ezt én is megmondom. Nem. Tehát nem értem magát a sportágat, ugye? Itt hogy például megegyen másfél disznót, nem fejeztem be a módon. Ja, azt igen. De hogy a Feriből például nem lehetne kihozni valami ilyesmit? Jó, mondjuk most egy projektünk van, az a fontos, majd beszélünk róla később. Nem. Most egyelőre egy mi lenne, ha leszállnátok róla? Ezt megcsináljuk, azt vége. Nincs több izíció. A válaszom egyértelmű nem. Nem találom el a labdát, ha fölgobom. Semmiféle, igen, ja. Tehát ez a baj, hogy semmiféle gömbérzék, labdaérzék. Keresztbe fognám az ütőt. Igen, tehát, hogy... Na de ha úgy megtanulnád visszaadni, akkor aztán nem lenne ellenszere. Senkinek ellenem.
Nem, őt nem. Nem vállalod. Szerintem nincs. Valami folyik itt ki. Nincs igazán, zsűhozol nekem valami rongyot. Nincs igazán valami erős labdaérzék szerintem, úgyhogy az már kiderült volna korábban, meg hát az már játszani kell gyerekkorban, focizni, kosarazni, röpizni, teniszezni, pingpongozni, tollasozni, de egyik se soha, így ez lassan 50 évesen ez elment. Látszik ez a hajó. Igen. Úgy érzem, hogy a szeniorba se tudnék bekerülni. Tudod? Tehát, hogy szerintem ez nem. Mert én látom benne a megformáltam a nagyon masszív, durva gránit tömböt, amiben azért benne van valahol az a Dávid szobor. De nagyon mélyen van benne. Így hát, van, de nem is kell az alugrálni, jó van, ez már így, hogy akar. Most képzeld, ott elkezdenék futni, és én nem tudnék megállni így a szélén, ha beesnék a nézők közé. Saját lendületemtől. Az egyik, ez érdemes megnézni. NBA meccseket szokott lenni, amikor látják kedves nézők, akik a pálya szélén ülnek, és nagyon sokszor egyébként világsztárok ülnek a pálya szélén, azok a legdrágább jegyek, és amikor látják, hogy megindul valaki, hát most mondjuk az O'Neal nem, de hogy annak idején, amikor mondjuk a Shaquille O'Neal így látszott rajta, hogy már messziről mindenki látta, hogy így elkezdi elveszíteni az egyensúlyát, és utána azért van egy tehetetlenség érő, egy idő után már nem tudja visszahozni, meg és tudod, mindenki így rebben szét, meg az egyik arcok, egy másik így 160 kilós ember. Az nem vicces. Mi lett a meccse a gyerekek? Mondjátok hát, meg nekem. Hát egy-egy lett a vége. Az és ez látta valaki, az a baj, néztétek? Az a baj, hogy nem senki? Néztük. Nem, hát annyira nem, mert most én egy picit megint lemondtam így az események hatására a magyar foci. De jó, mindegyében nem menjünk még egyszerben, írjon senki semmit. Hogy egy-egy lett, és sajnos hát lehet mondani egy balszerencsés góllal, mert hogy... a legvégén kaptuk. 93. De mindig perc. Ez van, hát 93. Ez van. Perc. Tehát, hát, addig játszák, amíg le nem fújják. Hát ez igen. És akkor most mi van? Tehát akkor most elszállt? A matematikai esély? Nem, vagy nem, mert hogy egyébként a csoportban olyan sok minden nem történt. Amúgy, tehát hogy rajtunk kívül, ha jól emlékszem, akkor még egy gólt sikerült rúgnia valakinek, és ugye románok is 0-0-át játszottak, tehát hogy jó a Feröer-szigeteket, azt hiszem, hogy a finnek megverték, tehát hogy kb. Ott volt egy gól. Most nem biztos, hogy ilyen kristály tiszták az információim, mert dologgal kapcsolatban, hogy olyan sok minden nem történt a csoportban. De akkor most mi nem az, hogy ezt mindenképpen meg kellett volna nyernünk, hogy legyen még esélyünk, nem. És mivel ezt nem nyertük meg, így már nincs esélyünk? Nem. Én ezt meg kellett volna nyerni, igen, meg kellett volna nyerni, de hát úgy van, hogy ugye automatikusan az első meg a második helyezett jut tovább a csoportokból, és a legjobb harmadik. Aha. Az összes csoport közül. És akkor azok még lehetünk? Így. Ha legyőzzük a félelmetes Feröer-szigeteket? Hát meg a többiek pontot veszítenek, mert hogy egy mindenki bukik, csoportban a harmadik helyen álltunk. Ja, tudom, tehát nem tudom, érzed mennyire erős. Igen, és leszáll egy gólya pont a középpályára, és két veréb átrepül, és aha, jó, szóval nem jutunk ki, gyerekek, jó, legyünk őszinték. Tényleg egyel vezetünk végig, és a 93. percben kaptunk egy gólt. De ez tipikus. Ha megnézed, mindig ez van az U21-nél is, így esünk ki, vagy U18-nál utolsó percben. 93-ben. Tehát ilyen nyomorultkodás megy. Az első fél idő állítólag szörnyű volt. Reggel olvastam ilyen elemzéseket, nem láttam, hogy az, ami kritikán aluli volt. Aztán kimosták a fejüket, vagy nem tudom, mit csináltak velük. Pervóllal átmosták a szájukat. És álltok a másik fél időben már összeszedettebbek voltunk. Az első fél idő az értékelhetetlen állítólag. Tehát de nem volt normális az passz, nem volt semmi, nem történt semmi. Tehát egy értékelhetetlen 45 percet produkáltunk az első fél időben megint. Úgyhogy egyébként kísértetés és hasonló helyzetből született mind a két gól, a mi részünkről is, meg az írek részéről is, mert igen, mert belerúgtak közel a labdába, kapu irányába ment, kapus védett, és kiejtette, és aztán egyszerűen füles berúgta, és mind a két oldalról, igen. Először mi röhögtünk, és nálunk kivédett, Donna véd? Nem. Ja, jó. De Donna beáll a kapuba, és véd, az nagyon kemény. Na, készüljön föl mindenki a reggelre, mert nagyon hideg van. Úgyhogy hát nálunk 9 fok volt, de szerintem, hogy szokták ezt mondani, hogy árnyékosabb, vagy szélfutta, vagy mi ez? Völgyzugolyban? Szélcsendes helyeken. Ott hidegebb is lehet. Tök jó egyébként azt lehet megfigyelni, hogy van egy befelé menet bámulni ide-oda ki a fejemből, hogy jövök befelé a tömegközlekedéssel, és most egyelőre az a fajta átmeneti állapot jellemzi az öltözködési szokásokat, amikor még az emberek egy része nem tudja eldönteni, hogy mi a tököm van. Tehát, hogy most milyen évszak van. Tudod, valaki még ragaszkodik, hogy akkor is nyár van, ha belepusztolok. Újatlan pólóba. Tudod, igen, mert nem akarsz napközben ruhát cipelni, de tök hülye állapot. Látod, hogy a fagyási sérüléseket már a karokon, valaki meg a másik végeletet képviseli. Láttam egy lányt, csizmába, prémgalléros, ja. Hogy hívják. Ő már bevackolt. Van, aki meg itt van, bőrkabátban, van, aki meg egy melegítő. Igen, mert hogy nappal tudod, amikor meleg van, akkor még nem akarod a ruhát vinni, mert ugye 20-22 fok van a sita, nap az jó idő, viszont akkor vinned kell a pulóvert, amit reggel felvettél, akkor inkább fázul egy kicsit, de ne kelljen pulóvert vinni. Én legalábbis mindig így gondolkoztam régebben, mikor BKV-ztem.
hogy még inkább legyen hideg, de ne kelljen cipelni, mint hogy reggel nem fázom, viszont utána egész nap cipelem. A munkahelyen vissza a kezedbe, mert hogy nappal jó idő van. Hát azért tegnap én voltam kint a városban, meg még bringáztam, és így nem... Nem volt annyira? Nem éreztem, hogy lövinnadrágba kéne mennem. Nem tudom, mire hazértem, háromszor vettem föl, meg vettem le a melegítő felsőmet. Ahol, mert akkor oda süt a nap, akkor meleg van egy kicsit. Ez a rohadt idő, így van. Hát. Ez klasszikus április, amikor így süt a nap, meleg van, nem süt a nap, nincs így meg. Van, süt a nap mégis szomorú. Ha a lakatlan szigetek megveri Grönlandot, akkor még van matematika esélyünk kiújtani. Sanyi írta nekünk, köszönjük szépen. Bali, a matek, mindig a matek, ez Szala. Szala küldte. Hát Szala, így van, marad a matek. Hát ennyit tudunk erről. Bizonyám. Feri Vasvilával akar teniszezni, aztán így elvették van tőle, mert nem maradt a mezőn labda. Így van. De disznóhólyaggal csináltuk azt is. Okay. Jó reggelt. Bali, dob már meg egy jóféle tippel, hogy keressek ki Zsét hétvégére. Steel, ezt elmondtam a múltkor, hogy nagyon szívesen segítek, csak konkrét meccseket írjatok meg. Tehát írjátok meg, hogy ki játszik, és akkor nem kell kikeresnem, hanem megírjátok, hogy szerintetek Djokovic, Gaskin, csak mondom, hogy mi van. Írjátok meg magát a meccset, hogy kire vagytok kíváncsiak. És nem baj, hogyha tenisz, és nem mondjuk softball. Igen, softball nem vagyok annyira jó, de a teniszmeccset megírjátok, akkor nagy eséllyel megmondom. Na, itt írják. Songa, Cilic, azok kik? Teniszező játékosok. Ne hülyéskedj. Na, mi a végeredmény? Hagyd nézzek rá a telefonomra egy Cilic. Azt mondja, mit játszott a Cilic? Hogy? Ez ugyanaz? Régebben snowblizott. De most már. Na most a teniszben virít. Most a teniszben virít? Hajj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 
nézzétek, fogalmam. Az a baj, hogy nem. Nézd meg, rájössz, hogy hívek alatt. Az a baj, hogy a cinga. Az a baj, a cinga annyira kiszámíthatatlan a teljesítménye, hogy valamikor nagyon jól játszik, valamikor egyáltalán nem. A Csilic meg azt hiszem talán ő a címvédő, aki tavaly megnyerte US Open. Úgyhogy fenne se tudja. Ez egy jó meccs lesz. Te inkább a Csilicset ennél. Ne legyél sportriporter. Ilyenkor szokott egy. De egyébként legyél, mert hogy már alig várjuk, hogy valamikor közvetítsél egy teniszmérkőzés, de hogy ez tipikus sportriporter. Tsonga egy olyan típusú játékos, hogy aki ha jó formában van, akkor gyakorlatilag bárkit képes a világranglista meg. De ha nem, de ha rosszul jön ki a lépés számára, akkor egy ismeretlen az első százban benne sem lévő játékostól is ki tud kapni. Na, ebből csinálj valamit. Igen, ez, de vannak ezek a típusú játékosok. Tényleg nem olyan, mint a Gyokó, vagy a Federer, vagy a Murray, akik folyamatosan hoznak egy szintet. Tsonga ahogy föl kell. Ha jó kedve van, röhög és játszik, ha nincs kedve, akkor háromszedbe hazamegy. Tehát, hogy ilyen teljesen kiszámíthatatlan. De most megint nem nagyon jól játszik. Most megint mi? Nagyon jó? Jól játszik. Most jól jár. Hát akkor tegyünk Tsongára. Tegyél Tsongára. Uh-huh. Ja. Én teszek Csilicse. Én megteszek az egészre. Na, fogadjatok, jó. Gyerekek, játszatok. Na, mutatjuk, mivel foglalkoztunk tegnap. Felhívtuk, nyugi, felhívtuk Varga Győzőt. Jó, úgyhogy... Tudja, hogy melyik az a gomb. Nyugi, tudom, hogy nyugi. Nem ma kezdte, láttam, ránéztem. Felhívtuk Varga Győzőt, és az Irigy Horai Mirigyről beszélgettünk vele. Röviden csak, egyébként nem hosszan. Mert hogy elkészült egy újabb dalocska, amit aztán meghallgattunk, és hát sokak szerint jól lett, sokak szerint kevésbé, mert hogy megcsinálták az Apu vedd meg a rakpartot című Well Hello dalt, hát olyan így Hónai Mirigyesen, úgyhogy felhívtuk kicsit, és faggattuk a dal elkészüléséről, úgyhogy ezeket most gyorsan megmutatjuk. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Show. 2 perc van pontosan fél hét. Na, ha megnézted? Anderson? Meg. És? 6-szoros. 6-szoros volt? Igen. Azért nem mindenhol annyira. Tehát jó ott is, ahol mi fogadunk, de hát. De van ahol. Igen, de amikor máshol akarsz fogadni, akkor feljön egy fél hét is jelzik. Mutatom, hogy mennyit nyertem, jó? Jó. 3 forintot. 4-et. Ú, de jó. Az nem rossz. Az még a gazdálkodj okosomban is nagy kasza. Hú, te. És papírpénz vagy? Mindig. Játékpénz. Az mindig az esélytelenebbet kell megtenni, gyerekek. Mindig. Jó, én ezt csináltam egy darabig, aztán... Mindig. Azért fog csak középiskoláig tanulni tovább, vagy mindig az esélytelen kell megtenni. Na, jól van. Szóval hát így állunk. Ez a helyzet. Igen. Most így járnak a gondolatok a fejben, miért nem fogod rohadt jobb meg. Miért nem mondta be, hogy miért nem legyen. Tudod, mindenkinek jár valami a fejébe. Itt csak Ákos gondolkodik azon, hogy vajon ki tudja mondani ezt a szót, hogy... Ajajajajaj. Na, nézzük az SMS-eket, még mit írnak a hallgatók. Most ezen 6-szoroson kívülök egy picit, hogy milyen nyomorúságos oldalon játszom. Bali a tenisz frabátolja. Hát kikérem magamnak.
Kikérem magamnak. Igen. Kikérem magamnak a Frabato 2-1-es román magyarával. Tehát, hogy tessék megnézni az én találati arányaimat, de tényleg. Nem, ott összeragadt két kártya a tartalomba. Igen. Igen. Ott nyálat köpött a vércse, tudod, vér helyett, vagy nem tudom mi volt, persze. Frabato. Hát, tehát ez egy erős sértés ez így ebben a formában. Hogy... Mert nem kapott friss csirkebelet biztos, azért nem tudott jósolni. Igen, amit, hogy varjúbél volt csak, varjúbél, és abból viszont nem annyira pontosan meg. Az a csávó döbbenet egyébként. Nem kérhetjük vissza a pénzünket nála. És sok millióan megkérdezték már nála. Nagyon jó vagy. Valamiből föl kellett húzni azt a nagyon nagy házat. Kérhetünk tőle tippet, és az ellenkezőjét megfogadjuk. Aha. Azzal szerintem lehet, hogy visszajön. Döbbenet, hogy emberek ebből brutálisan jól megélnek, amit ő csinál. Jó, de szerintem oldáskötésben mindig ő a legnagyobb. Hát Louis Padre jön, azért nagyon jön, de még mindig Frabato a legvége. Padre se rossz. Padre se rossz benne ilyen. Na, jól van, hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetünk. 1-0-ra vezetünk? 1-0-ra vezetünk? Tegnap én játszottam, elbuktam. Nem mi vezetünk, nem? Kikaptunk. Jó, de hülye vagyok. Én még a múlt hétben élek, ahol 5-öt nyertünk. Hát most... Tudod, én jobban szeretem azt. Így van, Jani kimondta a nevet. Tényleg. Igen. Így van. Így van. Kikaptunk. Kikaptunk tegnap. Na, hát akkor nézzük meg, hogy tudunk-e fordítani. Jó, úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Ha valaki játszana velünk, írja nekünk SMS-t, nyugodtan lehet arcoskodni egy picit. Mi meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a hírek után. Sose hallott Pink. 10 perc múlva 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Én bírom ezt a dalt. Jó, igen. Jó. Meg Pinket is egyébként. Én szeretem. Van új lemeze? Nincs. Vagy ha van, se tudunk róla. 10 perc van, pontosan 7 óra játszunk. Megnézzük, hogy ki a hét második játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló. Halló, sziasztok, jó reggelt. Jó reggelt, hello, ciao, Beleden. Ja nem, Dani, bocsánat. Mindegyik jó. De szép, Beleden. Kovács Beleden. Nem, először írt. Szia kis Beleden. Hallott, viszonylag ritka keresztév, de hát. Először írta Anna, igen, hogy honnan telefonált, és utána a nevedet. Igen. És igen. Fordítva néztem, és mondom, ó, a kis Beleden. Milyen érdekes neve van. Aztán megírt, hogy hol vannak azok a fura lerakódások. Beleden. Igen, Danikám, hát Beleden vagy, ezt már tudjuk. Mit csinálsz? Én most dolgozok éppen. Mit? Egy ilyen német cégnél ilyen kisebb fajta zink öntvényeket csinálunk, és azokat gyártjuk. Egy öntödében dolgozunk. Cinkelésben mi is jók vagyunk. Igen. Igen. Ez jó, Beleden. Kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Jó, én most már így foglak hívni. Jó, most ha azt egy elnéztem, akkor hagyjuk a Danikát. A Beleden sokkal jobb. Jó, nézzük meg, hogy állunk. 1-0-ra vezetek a hallgatók, ugye? Így van. 1-0-ra vezetnek a hallgatók. Jó. Oké, Jani. 3-2-1, fire. Na, itt vagyok. Egyedül játszol, vagy van melletted valaki? Most kijöttem ide a többi cucc közé, amit játszottunk, aztán most itt egyedül beszélgetek veled. Egyedül. Hány vagytok egyébként bent a munkahelyem? Hú, hát ugye ez most 3 cégből adódik össze. Így most ebben a gyárban itt körülbelül ilyen 35 fő dolgozik talán. Tudtok közben dumálni, vagy zenét hallgatni, vagy bármit? Én reggel óta bedugtam a fülest, aztán zenét hallgatok. Zenét? Igen, vagy hát... Ja, ott a vége, édes Istenem! Hogy lehet így? De még egy picit még hátrál, meg is hátrált Balázs, picit kivált, és... Zenét? Vártam, mondom, most beviszem a kegyelemdöfést. Ha ezzel nem találok, akkor mondom, elengedem, akkor túl jó a játékos. Tudod, ez a cél tűz? Igen. Oda azt akartam megkérdezni, hogy zenét hallgatsz, vagy minket hallgatsz? Nem, titeket hallgatok reggel óta. Ja, hogy berakod a fülest, és akkor szól a... Igen. Szól a morning show. Hát, kis Beleden, sajnálom, hogy ez... Meddig bírtam? Kérlek szépen, szerintem egy olyan 25 másodpercet, Jani. Nem, volt ez 30 is. 30. Jó van. De ügyes voltál, tényleg csak pillanatra elgondolkoztál, és ott beszúrtam. Igen. Leengedted a kardodat, és azonnal bevittem egy vágást. Azonnal megkaptad a szívedbe a döfést.
Köszi a játékot. Én is köszönöm. Jó munkát nektek. Ciao. Hello. Na, Szigetvár nagyatát tökéletesen járható, Jardok sehol. M3-as 205-ös kavics, Hajdunánás átra a Fia, Nyíregyháza felől érkezőket fotózzák. M3-as 214-es kilométernél két finánc beszélget a középső elválasztó kerítésnél. M5 Szeged felé 118-as kilométertől pályazár, gyerekek. 5 autóban esetezett, Kiskun Félegyháza felé érdemes kerülni. Tehát M5 118-as kilométer Szeged felé pályazár, jó? Úgyhogy... úgyhogy ott figyeljetek. Két finánc arra aztán arra sétáltak a zsandárok, szembe jöttek a perzek útorokkal. Ja, Istenem. Azt mondja, hogy szép volt, Bali, olyan voltál, mint tegnap este észak-ír. Az észak-írek a végén hoztad. Uh-huh. Egyébként ennyi? 93. perc? Ott kaptunk? Igen, ott kaptunk. Hát te fél idő előtt azért bevartad a gólt, a mindent hívő gólt. Be kellett. Pedig egyébként ember hátrányban játszottak már az írek. Mert tényleg olyan, mint hátok ülne rajtunk egyébként. Tehát vezetünk, emberelőnyben vagyunk, majdnem lefújják, még azt mondja a bíró, hogy egy perc, és akkor gólt kapunk. Tehát ez valami játok, higgyetek el. Tehát ott Mexikóban történt valami, olyan becoltunk ott valami sámánnak, vagy varázslónak, ez átok. Így van. Tehát emberelőnyből 93. perce az utolsó utáni pillanatban még gólt kapni, és mindig így kikapni, vagy öngóllal, vagy a 94. perc, ez valami játok. Már fújná le a spori, de igen. A síp tele van nyállal. Ennyi. Ennyi. És gól. Gól. És egy-egy. Középkezés. És gyertek el. A háló rezdülésébe fúj bele. De tényleg, tehát valamiért vissza kellene szerintem utazni Mexikóba, ugyanazt a csapatot visszavinni, aki még él, Diszl Péter, nem tudom, kik voltak. Most feláldozni valaki. Nem, és elmenni azokra a helyekre, ahol ők ott voltak, egy szent helyre, egy templomba, nem tudom, és bocsánatot kérni, hogy ott követtünk el valamit, illetlenül viselkedtünk, berúgtunk egy templomba, beszóltunk egy varázslónak, nem tudom, hogy bocsásson meg nekünk. Valamit elhúztunk relikviaként. Engedj el ezt az, igen, visszavinni a lopott cuccot. Visszavinni a lopott szajét a mexikói, nem tudom, csicsenyicai piramisokból, amit Diszl Péter zsebre rakott, tudod. Szóval, hogy te tényleg, nem? Utaztassuk vissza az akkori magyar válogatottat, és minden bűnükért kérjenek elnézést. Ott szörnyű dolgokat csináltak. Nem, a mákos tészta volt. Akkor azt most ott ki kéne csinálni egy óra. Hegyi levegő. Komolyan mondom, átok ő rajtuk. 4 perc, pontosan 7 óra, jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk. Mármint, hogy elkezdjük pontosabban, hűvös van, úgyhogy mindenki öltözzön fel jól. 9-10-11 fok van nagyjából, Völgyzugolyban talán kicsit hidegebb. Minden esetre tessék jól felöltözni, mert hát csipős a hajnal, aztán jön vissza a meleg jövétemen, álltok 28 fok lesz újra. Úgyhogy jön az indián nyár. Menő, az jól hangzik. Aztán újra nyitnak a strandok. Bizonyám, újra nyitnak a strandok, jön a kánikula, hullám, és két napon megint rohadtul fogjuk utálni a meleget. Na, mindenki jól van? Jól, csak nekem hiányoztak ezek a nyári kitelepülések, és picit félek tőle, hogy ez az év ennélkül fog elmúlni. Lehet, hogy téli lesz belőle. De voltunk tavasszal. Ja, nyáron nem, most nyáron nem voltunk. Nem, nyáron nem voltunk. Annyira jók voltak ezek a péntek ilyen kis leruccanások, vagy elruccanások, meg felruccanások, én esélyt, hogy meg senki. Nagyon jó volt, a négyből kettőn áztunk rommá, de úgy, hogy emlékeztek, a Füreden gyakorlatilag fogni kellett az évek stúdiót, ahol még ott volt velünk Vézorika, a másik a Lellei, amit mi megúsztunk reggel, bár ma azért mocorgott az időjárás, de délután a Hooligans az már nagyon kapaszkodott a színpadba. Úgyhogy időjárásilag nem volt szerencsés, de abban igazad van, hogy maga pénteki mocorgás volt. Jó volt. Micsoda? De tényleg. Semmi, nagyon érdekes. Tudjuk, hogy te annyira nem dzsanáztad. Én is szeretek menni. Én szeretem, ha mindig történik valami a műsorral. Tehát az jó. Szeretem a postás dolgot, a tavaszi kitelepülést. Mindig jó, ha megyünk. Kicsit az ember szállodázik, találkozik a hallgatókkal. Hát azért itt ülni az egy meglehetősen steril dolog.
nyilván mindenkinek is teri a saját munkahelye, de hát az izgalmasabb, ha tudunk menni. Itt annyi, hogy van Eurosport. Tehát az egyetlen előnye ennek, hogy itt vagyunk, hogy van Eurosport. Igen, ha ez az akadály, akkor visszük magunkkal. Ennyi, hogy a kitelepülése tud lenni a stúdium, a Eurosport, ha a Grand Slam torna van, akkor gyerekek, a világ égére is hajlandó vagyok elmenni. Csak legyen már Eurosport. Jó magasan vannak a kábelei, és a tévének így nem tudják elrágni a különböző rácsát. Nem. Állakunk az égben. Igen, csak Eurosport legyen, én ezt mondom, és meg vagyunk. Na, azt mondja, hogy nézzük, mi a helyzet az utakon. Jó, 37-esen Sárospatak és Bodrog keresztúr között teljes útzár csattanás miatt teljes Alex küldte nekünk. Budakeszi út a Belváros felé haladó kliknejem szerint a hét elején lusta vagyok, pedig csak energia takarékos. Kaptuk SMS-ben. M5-ös pályázár fel van oldva, a leállósávot takarítják, ezt Ordi küldte nekünk. Sopronnál a határon 3 kilométeres a kifelé haladó kocsisor, ezt Cápa üzente. Aztán azt nézem, hogy van-e még valami, ami fontos lehet. M3-as 205-ös kavics hajdunálásán trafiznak, a Nyíregyháza felől érkezőket fotózzák. Szabesz írta nekünk. A magyarok legnagyobb ellensége a nefossámán. Fociban gondolom. Foci. Így van. Bali, gondolom, te se aludtál és láttad Rogert. Mit tippelsz az elődöntő párosítására? Nem néztem még rá az applikációmra. Mondjátok meg, hogy kit kivel raktak össze, és akkor mondom, hogy mit tippelek. Nem tudom, hogy most Roger, Gaskin, te nem tudom, hogy mi helyzet. Tényleg nem tudom. A magyar foci válogatottnak a tegnapi fantasztikus teljesítményért kivételesen szeretném kéne a Boniem együttestől a Belfast című számot. Ezt is SMS-ben kaptuk. Hát igen, tegnap a srácok küzdöttek, hajtottak, kúztak, másztak. Az a szó, hogy katasztrófa, az nem szerepel tegnap. És agymosásra sem volt szükség. Tehát akkor a tegnap egy jó meccs volt, Kuli? Szerint? Kuli szerint ez egy jó meccs volt. Tehát ez egy jó meccs volt. De mondjuk szerintem a hajtás az önmagában az elvárat a minimum, nem? Fura, hogy meglepődünk, hogy gyerekek hajtottak, tehát jó meccs volt. Ez máshol alap, nem? Tehát máshol úgy indul, hogy ha nem hajtasz, akkor vernek agyon. Tehát az, hogy hajtasz, az nem dicséret. Alap, nem? Hogy le kell futni a 245-öt. Na megnézted 1986-ot, hogy ott volt Diszl? Ott volt. Meglepődtél, hogy bemondtam, mi? Ott volt. Hogy bemondtam ezt a nevet? Te is meglepődtél. Én emlékszem egy-két névre a 86-os válogatottból. Még arra is emlékszem, hogy három meccset játszottunk. Tehát kikaptunk, aztán nyertünk, kikaptunk. Valami ilyesmi volt. Meg a tésztára emlékszem. Meg a mezeire, meg a tésztára, meg mindenre, igen. De hogy Diszl Péter, ő ott volt. Ott volt, ő volt az akkori magyar válogatott kapusa. Kapusa. És még kipréteri. Kapus edzőként. Tényleg? Is. És egy nagy, ilyen szakála volt. Kender. Tehát tényleg szakála. És valaki ilyen felmászott a vára, leesett a párról, két kutya húzta. És volt egy tesója. Így van. Na, neki már nem tudom a nevét. Diszl, biztos. A kis Diszl. A kis Diszl. László Dávid Milán János. Ő is játszott. És tudom, még arra is emlékszem, hogy balhé volt abból, hogy ők kikaptak, de nem voltak szomorúak. Emlékeztek a 86-os balhéra, hogy kikaptak, kiestek a világbajnokságon, és az arról szólt a sajtó, azt írták, hogy vidáman ugrabugráltak a szálloda medencébe. Még erre is emlékszem. És párhúg és állunk vezetői ezért megfették őket. És megfették őket, mert hogy nem mutatták a szomorúság jeleit, hanem miután kiestek, vidáman ugráltak a mexikói szálloda medencébe. És erről volt egy hír, hogy én erre hogy emlékszem, nem tudom. De hogy mindenki azt várta, hogy nemzeti gyászba boruljanak ők is, ahogy itthon mindenki. És ők viszont vidáman ugráltak a medencébe. Ha már ott vagy, szégyeljék magukat. Ha már ott vagy és kiestél, hát akkor fizetve, csak ugrasz két seggest a medencében. De nem lehet, hogy tényleg ott szakadt-e valami? Nem lehet, hogy ott tényleg? Higgyétek el, hogy valamiért oda kell visszamenni. Én azt érzem. Tudni kéne, hogy mi volt a programjuk. Voltak-e olyan helyen, ahol találkozhattak ilyen emberrel, aki keresztbe tett a magyar focinak. De most nem az, hogy ott kiestünk, és ez nem volt egy túlságosan fényes menetelés, hanem hogy azóta rajtunk van az átok. Érted? Tehát, hogy valaki ránk kellett, hogy tegyen. Voltak-e tényleg egy maja templomban, ahol valamelyik, érted, letört egy ízét, egy faragványt. Szerintem hívjuk fel a frábátot, hogy nézzem bele a kristálygömbjébe. Szerintem, higgyétek el, hogy valami ott történhetett. És ha ott visszautasztatjuk őket, és bocsánatot kérnek, a magyar foci újra nagy lesz. Méltó régi nagy híréhez. Így értek el. Azzal kell ott valamit csinálni. Ott lehetett valami baj. Hát igen. De az a baj, nekünk mindig vannak ilyen átkaink, amikre így lehet hivatkozni. Ja, amiatt van, mert annak idején ott akkor valami elszakadt, eltört, megfeneklett, megbicsaklott. Nagyon sok jó mém van egyébként. A tegnapi meccsről is, meg egyáltalán, szóval nagyon szórakoztató.
Na mindegy. Azért, akik drukkolnak, le a kalappal előttük, és akik még mindig nézik a magyar focit, még tényleg le a kalappal előttük. Tehát ez a kitartás, ez az alázat, és ez a szeretet, ez számomra. Számomra mindig meglepő. Hát nem, most kinek drukkolhat másik csapatnak? Nyilván nem. Elengedni azért mégse akarod. Hát, ha a remény ott van, érted? Csak nem jön be. Nem? Hogy mindig hát, meg, időben az a kicsi, az mindig megvan. Majd amikor az utánpótlás fellő, akikre most annyit szállnak, megfordítanak. Hogy állsz a dohányzással, Feri? Hogy állsz a dohányzással? Várom, én már nem is akarok erről beszélni. Tegyél le valamit az asztalra. Én múlt hét csütörtökön leszoktam. Igaz, hogy egy fél órára, de leszoktam, és akkor jöttetek ti, ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez hülyeség. Jó, nem csak azért, hogy még dohányzol. Ki, jó. Igen, jó, van. Jó, kinevettetek, megrugdostatok. Elbizonyítottuk, mert nem hallottuk a harákolást a férfi budiból. És igen, mert már a nőibe járok egy ideje, viszont a te hátizsákodat viszem be, hogy valahol legyen. Az jó, bemosható, csak fordíts ki, inkább a külső legyen. Na megijedtünk, hogy esetleg tényleg a baj. Nem, Igen. Magamtól már megcsináltam volna, de gondoltam, nehezítsünk a pályán, ti jöttök. Van valamit? Egy apró titok, egy út, egy lehetőség, egy bármi, amiben belekapaszkodhatnék? A módszer? Aha. A tuti. Az első tuti. Nézzünk egy módszert. Én hoztam be most is pár osztatjóra egy bontott téglát, és arra gondoltam, hogy azzal valamelyik kezelet. Szájba versz. az összes fogadat két téglával. Nem foggal fogjuk, úgyhogy. Nézd, sokan hisznek abban a módszerben, hogy napról napra kevesebbet van, mint a bajod. Ki akarod ezt próbálni? Megnézzük elsőként ezt? Nem. Írd föl holnapra nekem, hogy hány szállat szívsz, és írd föl az időintervallumot, hogy mikor. Hogy hány óra, igen, kezdem. Tehát írd föl, legyen egy papír nálad, egy cetli, vagy a telefonodba, írd föl, hogy 10 óra 26, 10 óra 27, 10 óra 28, vagy mit tudom én akkor, 10 óra 32, 30. Tehát írd föl, hogy egy nap mennyit szívsz, és azt mikor szívod el. Mikor van az utolsó, aha, mikor van az első. 5 óra 5. Tehát 5 óra 5, hány 6. szál van, és az időintervallum. Jó? Jó. Minden több információt be kell gyűjtenünk a te dohányzási szokásainkról. Fel kell téged. Tehát kamusztok, fogalmatok nincs, hogy mit hozzatok. Először kell egy mappa. Gratulálok. Tudnunk kell, hogy mennyi dohányzol. Tudnunk kell, hogy mennyi dohányzol. De ne szaladjunk ennyire előre, előbb menjünk el és vegyük meg a mappát. Irány az áfisz. Aztán holnap menjünk vissza tollért. Így tollat. Utána pedig öntapadós címkéért írjuk rá, hogy Rákóczi Feri. Aztán pénteken vegyünk szagos radírt. Hát rosszul írod fel az egyiket. Figyelj, ne próbálj meg, hogy csak úgy leteszem és hagyjuk a francba az egészet. Nem. Minden módszert ki kell próbálnunk, hogy azok, akik szeretnének leszokni, azok egyből a tutival induljanak, és ne az legyen, hogy ők is szenvednek és 26-szor szoknak vissza. Tehát írd föl nekem azt, hogy mennyit dohányzol. Jó. Egy nap hány szár. Jó? És ott mikor van. Jó? És azt megpróbáljuk majd a lista alapján. Hogy mi a jó módszer? Nem. A lista alapján megpróbáljuk az első módszert, aminek a neve. Mi a neve? A módszer. Ez a módszer. Te figyelj csak, a módszert azt tudod? Módszer a. Na. Igen. A módszer utána az lesz. Figyelj. Hogy bizonyos időintervallumokat megvizsgálunk, írd föl nekem, hogy reggeli után, ebéd előtt, rádió után, mit tudom én, fellépés, este, műsorvezetés, bármi. És megnézzük azt a módszert, hogy működik-e, erre szánjuk ezt a hetet, az első hetet, hogy lehúzunk a listáról bizonyos számokat, és helyette valami mást adunk a kezedbe. Ó, nem akarom tudni. Nem akarom tudni. Az ember is fog meg ezt itt. Nem, valami mást adunk a kezedbe. De nem jó felé megyünk, mert most a csökdem. Mert a csökkentésben gondolkozol. A csökkentésben gondolkozol. Mindenki azt mondja, hogy nem működik a csökkentés. A radikalizmus működik, de ahhoz, hogy az működjön, kell valami. Nem, az egy sok terápia szervezetnek, az nem, az nem igaz. Nézzük meg, hogy a csökkentés működik-e. Aztán a végén eljutunk a sok terápiáig. Így van. De miért kezdjük egyből azzal? Nézzük meg, hogy ez a módszer nagyon sokan így próbálnak leszokni. Valakinek sikerült a csökkentés módszer. Aha. Jó, de nem lesz sport helyette, meg ilyesmi. Nem. Tehát nem, néz egy óra teniszt. Nem, ilyenek nem lesz. Attól csak még idegesebb lesz. Érted, még zavarodtam. Ne. Szerintem azzal kellene kezdeni, hogy meg kellene. Jó, megverjük a Meg kellene téged rettenetesen
Igen, fogunk tudom. A pokrocozás már tegnap is fölmerült. Tehát mindig fölmerül. Nem lehet azt, hogy csak úgy ettől az egésztől független. Okay. Meg kellene, vagy ki kellene találnunk, hogy melyek azok a tevékenységi formák, amikor csak úgy rágyújtasz egy cigire. Szerintem a csak úgy cigiket kell először elfelejteni. Ezért mondom, hogy írja föl. Miért nem csak úgy cigi? Hát mit tudom én. De mi a kaja utáni cigi, meg a kávéval cigi, az a nem csak úgy cigi? Vagy az például csak úgy cigi. Mit tudom én, amikor szex után otthon rágyújtottuk, mert láttad valami poros izében, 70-es években egy filmben, hogy így volt, hogy mindig, amikor nagyon jól esen össze, söndöröttek egymást, csak a hátra, és elszívnak egy cigit. Ez, érted, ez csak egy üres póz. Te is tudod. Meg már régóta nem esik olyan jól, hogy vagy legalább ez sem valami jól, azért gyújtasz. Tehát, hogy az ilyeneket, ez el kell hagyni. Ezek felesleges dolgok. Ez nem... Jó, akkor azt határozd meg, hogy mi a nem csak úgy cigi. Például a nagy cigi. A nap első nagy cél. Biztos van ilyen, hát most nekem nem kell már megoldani. Nem csak úgy. Biztos van olyan, a kaja utáni cigi például. Az nem a főétkezések utáni cigi, az például szerintem nem csak úgy cigi. Aha. De az akkor... nem ilyen csak azért, mert van 5 percem rágyújtok. Jó, a kávés cigi? A kávéstig az első kávé az mehet. Hány olyan kávé van a napodba beépítve, ami fixen ott van, és az igazából... összes. Jó. Ha mondom neked, 5-10. 5-10. Annával 5-55. 5. Ezért mondom, hogy írd föl. 5-10, 5-55. Egy órán belül 2 kávét. Há persze, viszont. Otthon iszom egyet, hogy kávéről el tudjak indulni. Szoktatni. Tehát 5-5. A kávé. 5-50, mondom neked, 6-30, 7 óra, 8, 10 óra, 11 körül azért egyet már megbírok inni, ebéd után egyet az 1 óra. Na, ezeket írd föl, hogy mit csinálsz, mit csináltál, hogy holnap padlásom ezt a listát. 4-es kávé, este 8 és olyan 10:30 körül még egy rövid ristretto. Nem mondd már, kint az erkélyen boxer alsóban nagyon fázva. Azt tudod, milyen fincsi. Forró ristrettos pohár. Így bedobod. Oké. Nézzük meg. Ez a módszer egyébként nem működik. De? De király vagy, motiválj még! Ez egy nagyon szar módszer. De nem baj, mert teljesen tudatosan csinálom. És nagyon sok barátom ezzel a módszerrel akart leszokni, meg nagyon sok ismerős, és aztán van, akinek sikerült, van, akinek nem. Ugye Feri leszoktatásának a lényege. Mert látom az SMS alatt, hogy néhányan félreértik. Nem az, hogy egyből leszoktassuk, mert azt mondanánk, hogy Feri holnap ne gyújts rá, és aztán szemben leszokik, így jó, hosszú távon gondolkodunk. Megnézzük bizonyos, ez mindig rövid ideig tartanak. Megnézzünk bizonyos módszereket. És aztán megnézzük, hogy az valójában működik-e, majd eljutunk a tuti módszerhez. Ami valószínűleg egyébként az lesz, hogy Feri hagyd abba. És minden igen, egyes... Most már elég. Most már elég. Másfél hónapja dolgozunk rajta, na most minden száll cigi 10-es levonás. De nézzük meg, hogy esetleg működik. Megnézzük majd a tapaszt is, megnézzük majd a könyveket is, a szakirodalmat, a biorezonanciát. Én el akarlak küldeni. Hát szörtelenítés. Az jó rá? Hát nem, tudjuk, de majd megnézzük. Én el akarlak téged küldeni ilyen, amikor kisütnek valamit a gerincedben. Mi van? Igen. Sütes ki magadat. Amikor elmozdítanak egy csigolyát, egy öles rugással. Hallottam egy ilyet is, hogy van egy ilyen, hogy egy ilyen elektrosokkal kisütnek egy idegpályát, ami a gerinced és az agyad között van, lefekszel valahogy. Nem, az a szálakakuk fészkére, az egy teljesen más jelentés. Rátesznek egy ifaksit az agyadra. Nem, amire te gondoltál, az a lobotómia. De úgy tekerik fel, hogy a 13. kerületbe elmegy a világítást. Mi ez? Semmi, csak a Ferit leszoktatják a dolgát. Jó, szegény. 13. kerület lakosok ütögetik az égőt, tudod, rohannak megnézni a villanyórát, hogy mi történt. Tehát van egy csomó módszer. Aha. Van egy csomó módszer. Szokj már le rohadék, akkor mindig be kell állítani újra a mikron az órát. Elment a barátok közt. Igen. Szóval a lényeg, hogy megnézzük ezt. Utána megnézzünk más. Nem kezdhetjük egyből azzal, hogy na hagyd akkor meg. Mert egyébként valószínű persze, lehet, hogy menne, lehet, hogy nem. Nézzük meg bizonyos dolgokat. Aztán majd eljutunk a megfelelőig. El akarlak küldeni talpmasszázsra, mert az is van, ilyen reflexológia állítólag nagyon hamar megy. Köpet vizsgálatra. Van egy 2 napos tanfolyam, ahol kimossák az agyadat állítólag, arra is el akarlak küldeni. 2 napot üljek valahol. 2 napot kell ülnöd valahol, állítólag kilősz, és nem gyújtasz rá többet. Van egy ilyen tanfolyam is. Vidám vasárnap. Ne legyél kegyetlen. Tiszteld az urat, szeresd az urat, én megmondom neked, Jézus, a te megváltod. Pont hétvégén néztem megint valami. Oda kapcsolok, nem tudok elkapcsolni. Jézus, abban a műsorban van valami. Megint oda kapcsoltam, hétvégén nem tudtam elkapcsolni. Van benne lóvé. Szóval, hogy nincs ilyen, hogy hát lóvé is sok, igen. Nincs ilyen, hogy most hagyd abba és abba vagyok. Nézzük az első módszert. Működik-e? Nyilván nem. A többből kevesebb. Arra gondolok, ezt olvastam, valakinél ez működő. Ki fogjuk húzni az általunk fölöslegesnek
nélküli cigarettákat. Aztán a hátsó zápfogat. Jó. És megnézzük, hogy a helyet, ha adunk neked egy elfoglaltságot, egy gondolatot, ültetek el a fejedbe, és elmondom, hogy elültetni a fejedbe, hogy abban a pillanatban miért ne gyújts rá, vagy mit csinálj helyette, aha, vagy mit vizualizálj, vagy mit csinálj, akkor megnézzük, hogy a következő cigarettáig kibírod-e. Ha ez működik, akkor megint majd kihúzunk egyet a listáról, aha, és lehet, hogy 3-4 cigire tudlak majd lehozni. Kérdés, onnan meg már könnyebben fogod letenni. Hát, ha már van agykontroll, van akupunktúra, van egy csomó minden. Van egy csomó minden. Na jó? Most még a szurkálás is, mi, hogy jön ide majd valami íz ezt a fejembe. Így, nem. Leírok neked egy csomó módszert. Be fogjuk tenni ezt egy befőttes üvegbe. Zseni vagy. De jó, tényleg. És amikor az egyik módszer elhasalt, belenyúlsz a befőttes üvegbe, és kihúzol egy másik módszert. És amit kihúztál, azonnal meg kell csinálni. Azt tetszik, egyébként, hogy Balázsnál ezek a hagyománytisztelő ilyen népies dolgok keverednek a tudomány legújabb vívmányaiba. Elhozom jó anyám barack lekváros üvegét, igen, tisztára mosva. Belerakjuk a módszereket. Ha az egyik elhasad, húzol egyet, és jön a másik. Most végig nem lehet, hogy papagájjal húzatjuk ki, hogy még autentikusabb legyen. Egy herélt arab papagáj fogja ezt kihúzni. Jó, mindig kihúzol egy módszert, az és megnézzük. Az arab papagájoknak van herélt. Hát most már. Ja nem, mert herélt hát nincs. Hát valamilyen van. Hát valamilyen kell, hogy legyen. Nem? Valami évaszerű van. Akkor kihúzza az arab papagája az alig használatos kloákájából. Gyönyörű lesz. Jó. Tehát az első, hogy tudni akarom, hogy mennyit szívsz. Csak cigit, az életed is már szívás, de hogy alapján életed, mennyi az a cigaretta, jó, mennyiség, amennyit elszívsz, és mikor szívod. Mondd el nekem. Össze fog ez jönni. Összeset. Jó. Jó? Egyszerűbb és bonyolultabb módszerek itt szintén szóba jöhetnek. Nekem annak idején, én talán már mondtam műsorban, hogy az édesapám az új szopást például úgy mulasztott el az én életembe, úgy szoktatott le róla, hogy egyszer megunta, kivitt a tyúkokhoz, bekent egy tyúkszarral, azt mondta, hogy na most szopja. És abba hagytad. És abba hagytad. Soha többet. És ez nem jutott eszedbe, hogy megmosod a kezed? Ja, nem azért nem szoptam utána Feri, mert nem mostam meg, és láttam a száradó tyúkszart az ujjaimon, hanem utána megmostuk, csak kicsit ilyen traumatikus élmény. De működött. És ha most egy cigit tyúkszarba teszek, akkor... Nem csinálunk ilyen dolgokat. Ha látod, hogy felkaptad a fonalat? Ha nem, nem csinálunk ilyen dolgokat. De miért nem? Azt írjuk, hogy egy elrejtett urológia is lehet bele, természetesen beleteszünk ilyeneket is. Hogy egy hirtelen jött prostatavizsgálat, azért az mindenképpen belekerül a befőttes üvegbe. Hát az utána rágyújtasz. Lehet, hogy rájönnek, hogy egy masszív akut gyulladás van a prostatádban, és maga a felismerés fog téged leszoktatni, hogy nem akarsz gyulladt prostatával élni. Aha. Hát azért ilyeneket tegyünk majd bele. Hát persze, menj persze. El a járóbeteg rendelésre, egy urológiai vizsgálatra. Ennyi. Nem? De azzal egyébként nem értek egyet, hogy az ilyen módszereket ne alkalmazunk, és hogy ne kenjük be semmivel a cigit, de igenis kenjük be. Igen. Tehát azt szeretném egyébként megfejteni... Sodorjunk neki ánusszal. Azt szeretném megfejteni, hogy mi az a rituálé, ami neked kapcsolódik a dohányzáshoz. Tehát azt írd le nekem, hogy milyen hangulatban, mit csinálsz? Rágyújtok, fogom, ide beteszem. Már hogyha beszélget is, álérdeklődés, modorossá. De nem most hova. Tehát mi amikor... Hogyha valaki ha kimentek Annával például, akkor mi az a... Nem jó, közelítitek meg, a cigi van előbb. Tehát ahhoz nem kell semmi, hogy rágyújts, ahhoz a függés kell, ami van. Érted? Amikor cigizel... Tehát a modorosságom és a humortalanságom az nem változik majd attól, hogy én leszokom a dohányzástól. És az álérdeklődés? Az meg főleg nem. Érted? Tehát, hogy egyik se fog ettől változni. Amikor kín vagy a büfénél, akkor mi történik mindig a cigarettázás mellett? Semmi, rágyújtok. Van, hogy nem jön senki. Ennek a karbantartók is megpróbálnak bevakolni. Van, hogy jön valaki, van, hogy nem jön senki, érted? Tehát, mivel fogod kiváltani azt a pletyka éjségedet, amivel... Azt meg tudod kérdezni egyébként máshol. Tehát ugye... A Laci is azért rajzolj a falra. Hülye vagy, Jenő, hajrá, Fradi. Tehát ugye itt nem csak a cigarettáról szoksz le, hanem a közösségi élményekről, a felszínes beszélgetésről, a pletykálkodásról, aha, a kimegyek a többi. A felszínes ugye, beszélgetés. Hát ugye ezek a cigaretta közben ilyen, mindenki ilyen, és akkor így örülök, hogy van egy következő projekt. Hát ugye kiesel ebből a körből.
mégse járkálhatsz hülyén körbe majd az irodában, hogy mi történt dohányzásnál, miről beszéltetek. Ugye? Tehát ezt ki kell találni. Mit kapsz cserébe? De egyébként, ha beszélgetsz az emberekkel egyébként is, akkor ezeket ugyanúgy megkapod. De a cigizés azért erről szól, ez a tudjuk meg dolgokat, kivel mi van, mi történik a cégnél, ki kivel van. De azért ne felejtsük el, hogy ha Feri nem fog dohányozni, akkor ezek az emberek már nem mennek ki, mert nincsenek itt, lehiénázzanak a cigiért. De miért nem? Van ezeknek cigije. Ezek rendes emberek, így, de nem az enyémet kéri. De, igen, a dohányos közösség az egy külön ilyen kis szekta, nem? Ahol így vagytok. Így van. Ahol így gyűltök, mint a verebek, itt álltok kint, szekta. És akkor itt megvitatjátok, hogy ki kivel dugott, nem, mi van, hol. Kinek mekkorát nőtt a segge. Ki kivel dugott a szélszál? Igen, minden. Tehát, hogy mindent megbeszéltek, ilyen nesze semmi fog meg jó beszélgetéseket folytattak. És, a dohányosok felszínesek is. Nem, hát a kicsit arról szól, hogy kimész és magadba szívod a füst mellett az infót. Hát egy ilyen pletykafészek. Hát, ja, az összes, mindegyik. Egy jó munkahelyen, ha dohányzol, több információ birtokosában vagy, mintha nem dohányzol, mert ott terjednek a pletykák. Hát ez így van, ezt mindenki tudja. De Anna nem dohányzik például, és mégis kijön reggel. Az Anna egy más tészta. Tehát ő megy ki, ő alig várja, hogy ott lehessen. Tehát ő egy igen. Meg Anna egy mobil siratófal. Tehát, hogy igen, tehát ő gyerekek. Ő azért, valljuk be őszintén, ő imádja. Tehát, hogy ő megy, és akkor ott mindenki onnan mehet hozzá, és elmondhatja neki a bánat. Tehát ő ezt szereti. Igen. Tehát Anna, ha egyedül utazik a metrón, és végigbeszélgeti a 10 percet, amíg ott van. Állnak előtt, és... és mondja, tényleg, mint a siratófal. Abszolút, abszolút, abszolút. Én mindig próbálok újságba temetkezni, ha meglátom reggel, de lerombolja a falakat. Hát meg fura, hogy fordítva van a kezedbe az újság. És képzeld el, Balázs, képzeld. De ez történik, de mindig észrevesz, basz. Jó, hát érted, jó. Jó? Tehát mennyi? Jó, mikor? Milyen körülmények között? Igen. Mikor és mit csinálsz? Jó. Jó. Ezt akarom tudni holnapra. Jó. Kávét is írjam hozzá? Nem érdekel a kávét. Jó. De azt úgy is felírom, hogy kávéztam, és úgy, jó, megvagyok. Jó, ennyi. De most menjünk el, és vegyünk meg a kockás füzetet, meg a irány az ide. Valami hasznodat. Jó, és nagyon fontos, hogy négy színű tollal írt fel. Tehát aha. Persze. Tehát úgy írt fel, hogy ezt a négy színű tollal. Egy toll, de mégis négy címa este, akkor ez legyen. Tehát fekete a reggel, piros a napközben, kék az este, és rózsaszín az éjszaka. Excel táblát ne csináljuk, ugye jó papíron. Azt később. Jó, azt semmiképpen. Azt majd később. Jó? Ez az első feladat. Na, hírezzük egy picit. Mondd vissza. Kék a fekete, a reggel a zöld. Szagos radír, négy színű toll, és mindent tudni akarok a dohányzásod körülményeiről. Ez az első. Jó? Na megnézzük, hogy kik azok, akik jelentkeznek játékra. Tessék nyugodtan jelentkezni, mert hogy Óven bácsival játszunk majd a hírek után. Úgyhogy jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk Ákos után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan egy perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk egy jó kis Király Viktor után. De rövid, de hatásos kis Király Viktor dalocska után. Rövid, de hatásos. Hát egy 2:41, egészen rövid, ilyen 4 perces dalaink vannak. Megvágták ezt a dalt. Igen. Tehát igen. Hosszabb volt, csak... És ez pozitív értelemben mondod, mert van nagyon sok olyan zenénk, amik másféle szempontból lennének hatásosabbak, ha rövidebbek lennének. Igen. Így van, de ez egy jó rövid dal. Balázs, megértem Feri, hogy dohányzik melletted még. Az a csoda, hogy nem ott fröccsözik. Mert tőle nem jut szó, se Feri, se Jani. Bond írta nekünk most. Tegnap nem beszéltem, az volt a baj. Ma sokat beszélek, az a baj. 20-as vagyok, az a baj. 30-as vagyok, az a baj. Így van. Mindig van valami baj. Nem? Mindenkinek nem tegnap nem jót. Beszéltél, ez itt álljunk már. Hát tegnap nyomott hangulatban igen. Voltam egyébként. Az igen, igaz. Tegnap jóval nyomottabb voltam. Ma már félretettem. Félretettem ezt, mert egyszer leveg a szemem előtt, hogy leszoktassalak a dohányzást. Nem lehet, hogy találsz valami valaki, másik. Aki ezt így nehezményezi, vagy azt gondolja, hogy ez a téma az nem idevaló, az gondolkodjon el azon, hogy neki miért nem olyan fontosak a munkatársai egészsége, mint Balázs számára Feri. Én leszoktatlak. Évekig küzdöttem, most leszoktatlak. Csak nem, gyorsan, ha nem végigmegyünk egy-két módszeren. A végbéltükrözés az utolsó előtt. Megnézzük, milyen állapotban van. Ha az megvan, akkor tudom, hogy már közel járunk a végéhez. Meg tudlak ijeszteni. Ezért szokta a dohányzásról, mert már ki van a vastag beled. Öri.
De nem altatásban. Nem altatásban. Na most kezdett el érdekelni szívből a téma. Gyomortükrözés? Mert ha kettő között van összefüggés, akkor én is szurkolok tiszta szívemből. Mondtam, hogy sok minden bekerül abba a befőttes üvegbe. Amit kihúzol, azt meg kell csinálni. Ez ennyi. Bizony. Multioptipupiloptómia, így hívják. Egy ritka szemvizsgálat a végbélen keresztül. Mit jelent az, hogy megmakkoljuk a cigi végét? Ezt Pálesz írta nekünk. Ez mit jelent? Hát, hogy oda dörzsölöd a cigi végét. Hova? Tényleg? Makhoz. Ja, hogy vegyem el tőled a cigit, és dörzsöljem az összeszállat a makkomat. Igen, makkolod össze, és akkor nem akarok rágyújtani. Hát, hogyha most engem használtok erre a célra, akkor konkrétan strawberry ízűt szívnál. Igen, mit raktál rá? Beceneved eperke? Igen? Na miért vagy te eperke? Azért, mert a gyereknek a tusfürdőjével mosakodtam reggel. De teljesen így gyerekágyban az ízére. Után, úgyhogy ezzel nem csodálkozom. De most nyilván vannak a dolognak előzményei. Mindjárt jönnek a ruhái. 40 éves korodig egy gyerekágyban aludtál. A 16 éven keresztül hordott műszálas pantalló. Egyáltalán nem csodálkozom, hogy egy gyerek tusfürdővel fülhetsz. Tehát most 45 évesen szállták ki a gyerekágyból otthon. Így van, a katonaseglel is kis hajó volt a szekrényemen. Mert az óvodás jelemet vittem tovább. És akkor most eperke vagy? Igen, igen. Most eperke vagyok. A Koizlik friss eperke helyre hasonlítanak? Csak adok egy szállat. Csak adok egy szállat, hogy örgöld oda. Ja Istenem, ja Istenem. Jó is az. Jó is az. Jobb, mint a sovány túrós lenne. Figyelj, én hetekig fürödtem a Vikinek ezzel az intim mosakodó géjével, és csodálkoztam, hogy olyan fura az állaga, meg nem tudom. Aha. És nagy betűkkel rajta volt, csak mindig nyúltam érte, és hajat mostam vele, megfürödtem, és aztán mondta, hogy hát az nem teljesen, nem teljesen erre van. De olyan volt a pH mindenhol, hogy ennyi lehetett róla. Ennyi lehetett rólam, igazából. És állandóan onnan szorítottad a felső testet, ez a felkarod, és nyalogattad a hónájam. Valahogy nem értetted, hogy miért késztet erre. Fura volt, ott az volt az a bula öblítő is. Az... Én azt ilyen szájvíznek használtam. Tehát, hogy én annyi mindent használtam már a Vikit utcai közül reggel, mikor álmos vagyok, simán elnézek egy dolgot, úgyhogy sok minden volt. Na jó van. És okay. Volt olyan egyébként, hogy hátra pozícionált cuccal, általa tükörölt és így legtél billett. Persze, hát kiállt belőle valami kis hegyes rúd, tudod, ilyen kis ez mosó. Hát gondoltam, akkor hát szóljon. Kihozott minden? Nem tudom, ezt kivette nekem, de azt akkor egy beöntés. Szemcsepp, nem? Az nem működik. Nem, hát akkor négy kézlábra ereszkedtem is úgy. Van ez így. Na, gyorsan egy-két SMS, hogy mit írnak hallgatóink. Kitartás, Feri, veled vagyunk, hidd el, meg tudod csinálni. Nekünk nem sikerült a kevesebb módszert, de próbáld meg. Aha, hátra. Köszi. Azt mondja, hogy hajrá, Feri, veled vagyok, nem fog menni a leszokás, dagadt és ideges leszel. Én mosogtam vissza 20 hónap után. Karia nap hallgatója küldte nekem. Menő. Van olyan SMS, aki azt mondja, hogy hajrá, menni fog, mert eddig kettő... Ültessetek babot... Nem azokat, Viki törpli. Ültessetek babot Feri fejébe, ez most a divat. Ez bab. Nekem tetszik, bab. De milyen bab? Képzeletbeli babzsák? Nem, vagy egy babember? Nem, Juliska bab, majd veszünk a csarbog. Aki mindig azt mondja, hogy ne gyújts rá. Nem tudom. Ferit meg kell köpölyözni. Ez is bent lesz a befőttes üvegben. Bent lesz a köpölyözés. Az nagyon jó, köpölyözés. Csak nem tudom mire. Én sem, de hát ha... Ugyanarra, mint a pióca, azt is kipróbálom. Jó, holnapra hozd a listát. Jó, már megvan az első módszer. Jó? Ja. Holnapra hozz a listát. Játszunk, itt van egy hallgatónk, Óven bácsival és Berulénivel játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni a Párafarm csalogányai. Zsuzsi, hello, jó reggel. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Hello Zsuzsi, hol hallgatsz minket? Budapesten, egész pontosan a Dombóvári úton állok. Dombóvári úton áldogálsz. Igen, és igen. Erről már utat neveztek el, azért ennyire nem jó. Már út. Haradjál! Mi ezért rajzfilm tűzszedés? Jézusom, abban emberek beszélnek abban a mikrofonban. Azt mondtátok, hogy adjam ki magamból. Most előtörtem, mint egy gejzi. A Csabi, a piros, a mi... Ne már! Ez új szivacs, a saját szivacs. De ez átütötte a szivacsot. Hát ez itt állt meg a mikrofon aljában. Azt mondom, mindig elfolytom. Hát most nem folytottam. Istenem, Istenem, átmart a parancsnok. Zsuzsi, te dohányoztál? Dohányoztam, igen, még hajdanában, lánykoromban, tehát ilyen 16-17 évesen kezdtem, és olyan 21 körül szoktam le. És hogy szoktál le? Én ezzel a fokozatos módszerrel. Tessék, tehát mindig tessék! Hagyjuk már! Hagyjuk már!
Na, hogy mondjam már végig. Amikor régen ilyen 2-3 tál volt, akkor jött el az a pillanat, amikor rájöttem, hogy igazából ez már csak a megszokás. És aha. Akkor száműztük a cigit a lakásból, és akkor onnantól kezdve nem. De jelzem, hogy azóta 48 éves lettem, és a mai napig hiányzik. Jó, oh. Szóval, hogy működött a fokozatosság? Működik, ez valami nehéz. Igen, tehát a mai napig van, hogy azt érzem, hogy úgy rágyújtanék. Nagyon sokszor álmodom azt, hogy dohányzom. Ez de durva, ezt nagyon sokan mondják egyébként, hogy álmukban dohányoznak. Igen. Na, hát ez a cél. Hívom a lányom által kifújt füstöt. Oh. Nem megkérdez, hogy direkt fújja az arcodba? Nem, hanem van, hogy úgy vele megyek, és akkor egy-egy, tehát nem folyamatosan, csak úgy egyes lukkot. Aha. Beleállsz a füstbe, bármire fújja, akkor igen, konkrétan így, igen. Volt valami, amivel pótoltad a cigit? Nem, igazából nem. Tehát nagyon feszült voltam, nagyon ideges voltam. A páromnak komolyan le a kalappal, hogy elviselte, de nem. Nem, tehát nem kezdtem édességeket tenni, vagy rágózni, vagy semmi ilyesmit. Uh-huh. Nem is hisztam meg, tehát... Mennyit szívtál naponta? Egy dobozzal. Uh-huh. Egy dobozzal. Pont, mint Feri. Így van. Na. Szóval és van akkor... remény, csak nagyon nehéz. Igen, csak én 30 éve. Nálad működött. Hát én nem, igen. De szerintem ez tök mindegy. Én azt gondolom, hogy most 30 vagy 10. Jó, nekem 10 év se volt, de szerintem az már mindegy. Nálad működött a fokozatosság. Igen, nem, igen, abszolút. Ügyes vagy, jó. Ügyes vagy. Köszönöm szépen. Példaképpen mi választal. Holnap már lehúzunk X-szálat Feri mennyiségéből, és helyettesítjük. Aha. Tehát holnap elindul az első módszer. Jó? Na, hát hajrá. Már Janival van ötletünk, hogy mit teszünk helyette. Mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Beruléni, figyeljünk, ez még... Jó. Ó, erdőben vannak. Uh-huh. Erdőben vannak. Harkály lesen. Vagy egy még mindig harcoló német csapat van valahol a dörzsényben. Ó, ott van társunk Koszápa és Golyko Mitics. Nem, így jeleznek egymásnak a partizánok. Ja. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Oké. Okay. Ajaj. Ez a dzsungel, a harkályon kívül semmit nem hallottam. Jó, mutatjuk még egyszer, figyelj, visszaveszük a harkályt. Harkály, csit! Ez egy sorozat, amit ki kell találni. Nem tudom. Mutassunk hosszabbat? Hát, légy szíves. Hosszabb részlet jön, figyelj! Fütyül, és ez benne van? Ez benne, nem én feszülök. Hát, szerintem nekem ez kimaradt az életemből. Igen? Én sem láttam egy darabot se ebből. Akkor jó. Nem tudom, de mondhatni... még tippem sincs, nem is ismerős a zene. Uh-huh. Hát akkor elmondom neked, miközben hallgathatod még egy picit. Ez a Castle nevezetű amerikai dráma-komédia sorozat. Micsoda? Castle, szaszd le. Láttam egy fél promót belőle. Azt se tudom mondani, kiadja. Mondani, hogy a címét se hallottam, igen. Tehát nekem ez így nagyon-nagyon idegen. Igen, ez egy kicsit nehezebb volt, hát ne haragudj, ezért ez a Castle, sokan szeretik egyébként. Semmi baj. Örülök, hogy beszélgettünk legalább. Még a címét sem hallottam soha. Mi is örülünk. Jó, és hát Feri, kitartást és hajrá. De drága vagy, Zsuzsi, köszönjük szépen. Nem lesz egy könnyű játma, azt gondolom, de hát megoldható. Leteszi, erős gyerek ő. Csak előtte kicsit megdolgozzuk. Előtte kicsit megdolgozzuk. Az első lépés nehéz, Feri, és utána már többi megy. Egy idő után annyira tele lesz a hócipője a folyamatos csesztetéssel, hogy le fogja tenni. Ez az egész erről szól, hogy annyira felhergeljük itt hetek alatt, hogy örömmel fogja letenni, mert megszabadul. Sikerül, működik. Hagyjatok békén, leteszem magamról, csak hagyjatok békén. Így nem akarok több tükrözésre menni, nem akarok urológushoz menni. Uh-huh, csak aztán majd nálunk majd így a Balázs kocsijal menedzsé, hogy leszokott a fel, és valaki hátulról 72 szúrással le fog gyilkolni, és azt sem fogja tudni. Én nem fogom tudni, hogy ki az, de Balázs fogja tudni, mert ő menekülni fog. Bizony. Zsuzsi, puszi nekem. Köszönöm, puszi nektek is, sziasztok. Hello. 5 perc van pontosan, 8 óra, jövünk Ákos hírei után. Nyolc óra után vagyunk, 9 perccel. Szép reggelt mindenkinek, itt vagyunk, folytatódik a Morning Show a Klasszon, hűvös a reggel, mindenki öltözön fel jól. Gyereket is tessék fölöltöztetni, nagymamát, nagypapát, mindenkit, mert hogy hideg van. Aztán jön a jó idő, állítólag napközben egyre melegebb lesz napról napra, de a reggel bizony hűvös. Hűvös, és az nem jó. Az nem. Itt az ősz, tényleg. Nagyon jó. Aztán a tél, aztán a tavasz, a nyár. Napok kérdése, és meglátjuk az utána első. Utána elmegy egyikünk, utána a másik. Valaki utoljára marad, én mindig ezt mondom a barátaimnak is, hogy valaki utoljára marad. Nem biztos, hogy ő a legszerencsésebb. Biztos, hogy ő a legszerencsétlenem.
De lemondtuk egymásnak el lesz, mondom, hogy biztos, hogy nem jó az el. Érted, hát innen barátod elmegy, hát ott maradsz utoljára. Egy jó buli nélkül, minden nélkül, egyedül, hát az... Annyi temetésre elmenni, hát szörnyű. Tényleg, mi erről sokat beszélünk a barátaimmal, a gyerekek, képzétek, valaki utoljára marad. És ki lesz az első? Ugye? Ez tök a igazad van. Na, ingeszegények a temetések, én sem szeretek. Nem túl jobb. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatói, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy üdv a 11-es út Békásmegyer előtt elesett Miki. Üzente nekünk, M3-as 32-es kilométer Debrecen irányában terelésnél, 60-as korlátozásnál, szuper szemét, trafi. Undormányos. Fúj, Bazi, végelődött egy picit. Csúnya. M1-es Ausztria felé újra ellenőrzés és dugó Ádi küldte nekünk. Na ennyit a jó járható hegyesalmi határól, ma is áll az egész határ, szép napot, Feri. Budakeszi nem haldoklik, hanem elesett. Ez szívás. Hegyeshalomnál kifelé már hosszú a sor, ahogy mondtam az előbb, Trafipax a 47-es úton Delecske és Tépe között, bokor mögül szürke Swiftből. Már egy szürke Swiftből is mérnek? Hát arra nem gondol az ember, hogy abban van trafi. Egy Suzuki Swiftben, nem? Octavia, oké, mit tudom én, Lada Niva, mondjuk abban... Na, már az se oké, Transporter, mit tudom én. Lada Samara, oké, de legyen egy szürke Suzuki Swiftben is trafi van. Mert azzal tök jól lehet vegyülni. Milyen világ ez? Mit lehet? Tök jól lehet vegyülni vele. Az a lényeg az egésznek, érted? Nem szúr szemet? A vegyülés. Miért, mivel álljon oda? Hát álljon oda egy Octaviával. Esmercivel. Lamborghini Countach. Legalább legyen esélyem észrevenni. Én így hívtam annak idején. Még így sokkal hívtam párra, igen. 8-9 éves. Lamborghini Countach? A Lamborghini Countach. Így hívtad? Így van. Az egyik legjobb kártya volt az autósba. Na, mondom a tenisztippeket. Na, jó van, mindenki vegyen elő papírt, ceruzát. Most mit csinálják? Hát sokan kérdezik. Most nem tudok mit csinálni, hát engedni hát kell a nép akaratának. Nyilván, hát egy olyan műsor csinálunk, ami minden több emberre szeretne elérni, és minden több embernek kellemes, hogy szeretné tenni igen a reggelét. Ha most ti ezt akarjátok, ezt kapjátok, neztek, mondjad. De egy már. Djokovic, López, Djokovic. Gászké, Federer. Lassabban, Djoko, López, Djoko. Igen. Gászké, Federer, igen. Wawrinka, Anderson, szerintem Wawrinka. Láttam, hogy ez nem volt erős, ez a szerintem Wawrinka. Hát Wawrinka is egy, ahogy kell, úgy játszik. Van, brutális a jó, van, amikor meg nagyon rossz. Wawrinka, Anderson, Wawrinka. Jó. Ez a három? Ennyi van csak? Igen, ők 9-én játszanak. Holnap, segítek. Ma nem tudom, ki játszik, mert nem látom. Azt mondja, hogy Tsonga, Cilic. Ma. Jó, de azt nem tudod. Azt mondtad, hogy azt... Inkább Cilic, de Tsonga jó most, de inkább Cilic. Jó? Oké? Okay? Oké. Várjál, még lehet, hogy hozzá tudok tenni egy-két dolgot. Na, tegye hozzá egyet. Na, figyelj, azt mondja, hogy... Mekero, Edberg... Nagyon figyelek. Azt mondja, hogy igen, nem tudok hozzá tenni. Mit akartál hozzá tenni? Nem, hát az, hogy még esetleg kijátszik ma, de a Tsonga Cilicen kívül nincsen idejéve semmi. Mára legalábbis az US Openre. Azt mondja, hogy hát a páros... Jót nézel, US Openre. Azt mondja, hogy... Jót nézel. Csajok, nem mi. Mladenovic, Vinci. Ne, a csajokat annyira nem tudom. Szerintem nem nézem a női teniszt. Nem engedik. Na, tessék! De elnézhetnél. Jók a teniszező csajok. Nem, valahogy annyira kiszámíthatatlan. Mindig a Williams nyer. Van egy-két jó meccs, van egy-kettő, akit kedvelek, de nem nagyon érdekel. Hova dugják a lasztit a csajok? Én ezt mindig figyelem. Van egy labdatartó a budjában, amit úgy kell elképzelni, hogy úgy néz ki, mint egy ilyen nyitott fogakból álló száj. És oda csak benyomja a labdát, ami megfogja, és utána csak onnan kivesz. Mint Sherlock a tatuinon, igen, kis fogacskákból áll, és oda csak benyomja a labdát, és ott megszorul a labda. És akkor onnan veszi elő a szoknyája alól, az egy labdatartó oda teszi. Tehát ugye nyilván nem. De ne. Tehát, hogy az. Oda bele. Labdát még. És a golyó, de nagy. Tehát oda teszi oldalra. Mert mindig figyelte, hogy berakosgatja, igen, de mondom, hogy egy idő után ennek ki kéne esnie valahol. Nem egy sima kis szoknya. Igen. Milyen dolgokat tud meleg az ember, nem? A fogas mi? Balázs nagyon értesz a teniszhez, egy meccset nem raktál döntetlenre. Jó. Hát, tényleg. Na, iskolai menza, ezzel foglalkozunk egy kicsit. Jére. Szerintem mindenkinek van emléke a menzáról, a csokis piskotáról, az utált finomfőzelékről. De hogy ugye mit tesznek most a gyerekek, ez egy nagy kérdés. Nem sokára olyannyira konkrétizáljuk a dolgot, hogy tesztelünk is. Ugyanis ugye hát van egy új rendelet, és kiderült, hogy változnak a közétkeztetés szabályai.
kevesebb sót esznek a gyerekek, kevesebb cukrot esznek a gyerekek, nincs már grízes tészta brutálisan megpakolva nagy kanál porcukorral, nyakon hintve, elvileg nincs ugye baracklekvárral, zsíros hús, ami ázik egy ilyen főzelékben, színes, átlátszó leves, amiről nem tudod megmondani, hogy milyen leves. Jót esznek, egészségesen étkeznek. És állítólagosan megreformálták a hazai rendszert. Ezt halljuk, ugye? Elvileg. Most elmondtál egy-két olyan dolgot, ami a már nincs. De az utóbbi hetek legfelháborítóbb hírét, pedig volt felháborító hírből elég, nem mondtad még pedig azt, hogy mindezekkel a mondjuk legyen borzalmakkal együtt, eltűnt valami, egy legenda, egy csodálatos, egy fantasztikus, egy ételköltemény, amit mindenki szeretett és mindenki visszasírt, ez pedig nem más, mint a piskóta kocka csoki szósszal. Eltűnt. És helyette mi lehet? Zabsütiba. Pedig mi aztán nem utáljuk a zabot, sőt, szeretjük, de hogy a piskóta kockát a csoki öntettel eltüntették a palettáról, azt kikérem magának generációk nevében. Káros az egészségre, tele van olyan dolog, amit nem ehetnek meg a gyerekek. De te is szeretnél. Na most igen, ezt eltüntették, valahogy mit hall az ember? Most azt halljuk, hogy ugyanakkor mégsem sült el ez a dolog egészen jól, mert hogy sokkal több a moslék, sajnos, hát ez egy ronda szó, de ki kell mondani, mint eddig, a gyerekek hozzányúlnak a kajához, megkóstolják, sokkal kevesebbet esznek, akinek sóssá vált az ízlése, az most nem tud mit kezdeni a sótlan étellel, és állítólagosan sok helyen sokkal kevesebbet esznek a gyerekek, mint eddig. Ennek járunk utána méghozzá úgy, hogy behozattunk különböző ételeket, és ezeket fogjuk végig kóstolni, megnézzük, hogy mit teszik egy óvodás, megnézzük, hogy mit teszik egy iskolás, megnézzük, hogy mit teszik, mi van az óvodás és az iskola között. Semmi. Jó esetben. Hát lehet, hogy neked volt egy külön képzés. Megállom néhány emberünk, csak 200-300 méter. Nekem egy év felhozót kellett nyomnom, azért kérdezem, hogy ez van-e még. Szóval, hogy mit esznek az óvodások és a diákok. Illetve, hogy mit nem esznek, mert nem eszik meg. Így van. Kaptunk egy csomó kaját, üzenném is haza egyébként. Virág, ma este ugyanazt fogod enni, ami délután ettél az iskolában. Hogy örülhet. Vendégünk is van, aki segít nekünk eligazodni. Boros Attila, a junior közétkeztető cég vezetője. Attila, jó reggelt kívánunk! Hello! Sziasztok, hello. És ráadásul a juniortól a legautentikusabb cégtől. A közelünkbe is volt. Hány adagot főztök meg naponta körülbelül? 45 ezer adagot. 45 ezer adagot. A betyárját. Hát azért az gombócból is sok, ahogy szokták mondani. Ugye? Bizony. És mennyi jön vissza? Na. Hát hozzánk hál' Istennek nem jön semennyi vissza. Jó közel a mikrofont, jó? Oké. Okay. Hát hozzánk nem jön vissza. Így van, hozzánk nem jön vissza. Mert még a régi címetek ég. Igen. Na. Ez is lehet. Figyelj Attila, csak vegyük át először, hogy mi maga a rendelet. Ugye azt olvas az ember, hogy kevesebb só, kevesebb cukor. Ugye ezek szerint kell nektek főzni ezen túl? Vagy így kell már egy ideje? Így van. Szeptember 1 óta most már ezt komolyan ellenőrzik. Ha csak így röviden áttekintjük a rendeletet, ami változott, minden nap kell adni tejet, tehát 10 nap átlagában 3 litert kell adni a nebulóknak, vagy legalábbis ilyen mértékben kálciumtartalmú tejterméket. Itt el kell, hogy mondjam, hogy pezsgő tablettát nem tudunk adni a kálciumbevitelhez, tehát a rendelet azt írja elő, hogy mindenképp tejtartalmú ételt kell, tejtartalmú ételt kell bevinni ezt a kálcium mennyiséget. 3 liter 10 nap alatt? Így az van. Napi 3 deci tejet így kéne megígyon a gyerek. Így igaz. Mm. És ezt még hozzáteszem, hogy sajnos még jelenleg nincs harmonizálva az uniós iskolatej programmal a rendelet, tehát még ezen felül megkapják az iskolatej programban is, tehát majdnem ugyanezt a mennyiséget a nebulók. Uh-huh. Na, tehát 6 decit kellene egyébként meginniuk naponta? Hát most nem feltétlenül a tejről van szó, hiszen tejtermelés lehet adni, de ha igen, tehát ha leegyszerűsítem, így van, akkor akár 6 decit is megkaphatnak naponta. Én nagyon tejellenes vagyok, de hát ez egy jó kérdés, igen, hogy igyanak, ne igyanak, hát a tejlobbi azért az jól működik, erről már sokat beszéltünk a Gábor rovatában is. Nekem viszont minden jött, ami a cseccsel összefügg. De igaza van. Figyelj, én imádom a tejtermékeket, hogy nálam minden mennyiségbe jöhet. Én nekem például a kislányom még napközben is iszik otthon. Tejet? Majd akkor erről beszélgessünk egy picit. Jó? De jól van a gyerek, semmi baja nincs. Nem azt mondtam, hogy meghalhat, tejet iszik, tehát erre gondoltam. Azt hittem, hogy már felmegy a láza, influenzás lesz, nem erről beszélek, hogy rosszul lesz, tehát én nem ezt mondom, hogy rosszul lesz, csak nem mindegy. Majd beszélünk róla. Akkor, ami még jelentősen változott, ugye minden nap kell adni friss zöldséget vagy gyümölcsöt, itt a kisétkezésekhez, itt a kisétkezéseknél mi a 10 órait és az uzsonnát értjük.
Eddig egyébként szeptember előtt 2-3 deka volt az, ami mondjuk friss zöldségből, amit adtak a szolgáltatók átlagosan, most ennek a duplája de kerül jó, a gyerkőt, ez, ez teljesen nem, jó. Ez, teljesen, ez egy jó dolog, ez teljesen jó. Szokjanak hozzá egyik. Bár itt is azért elmondanám, hogy van egy iskolai gyümölcsprogram, és azért itt is jó volna harmonizálni az EMI rendeletet ezzel, hiszen magában a gyümölcsprogrammal is elég sok mindent kapnak a gyerkőcök. Uh-huh. Tehát itt is azért én azt gondolom, hogy picit sok így a mennyiség, amihez így egyszerre hozzájutnak. Ugye ami újdonság, hogy megjelent a teljes kiöllésű termék, na. Tehát minden nap legalább egy alkalommal kell ilyet adnunk, és hát ugye Jani, ez rossz hír, de az édesség és a finom pékáru jelentősen lecsökken, itt gondolok a kalács, a briós, a kakós csigára, itt 10 nap átlagában mindössze 4-szer lehet adni ilyen jellegű termékeket. Bár egyébként a rendelet alkotó azt mondja, hogy desszertként adható olyan édességet, ami 30%-ban tartalmaz tejet vagy gyümölcsöt. Uh-huh. Na, de ez egyre jónak tűnik, tehát hogy keresem a hibát, hogy hol van ebben a hiba. Ebben nincs hiba. Kevesebb finomított szénhidrátot esznek, lisztes, cukros dolgokat, több zöldséget, több gyümölcsöt, teljes kiöllésű dolgokat, tehát egyelőre ez így ebben a formában jónak tűnik. Lehet ehető a dolog, igen. Ez, így ez igaz, bár azért a teljes kiöllésű termékekkel mi látjuk, hogy azért vannak szokásbeli problémák, hogyne, tehát hát a gyerekek általában, hogyne. Amit nem ismernek, azt el is utasítják. Emiatt... Igen, ez egy nehéz dolog, hogy a gyerek mind szocializálódik. Tehát a gyerek fehér kenyéren szocializálódik, basszus, a fehér kenyér egyébként finom. Szóval, hogy kevésbé egészséges, de jó szelet fehér kenyér, és egy teljes kiörlésű kicsi magokkal ilyen tudod, hogy egészséges, és felnőttként lenyomod, vagy rászoktatod magad, és egy idő után már nem ízlik a fehér kenyér, de kell, úgy kell szocializálni a gyereket. Plusz a szaftot nem issza fel a pörkölt. Hát, ez jó fehér kenyér, gyerekek, azért az annyira jó tud lenni, hogy felnőtt fejjel is át kell szoktatni magát az embernek a teljes kiöllésűre, aztán tényleg megszokod és már eszed, de a gyerek nem biztos, hogy át tudja magát szoktatni, ha otthon mondjuk fehér kenyeret nem, kap. Nem életszerű az, hogy oda megy és azt mondja a konyhásnőnek, hogy piros kenyér, kérem szépen még egy szelet purpur kenyeret. Igen, a legnagyobb baj az ugye, hogy otthon nem ezt eszik az emberek. Így van. Mondjuk ettől még kell a közétkeztetésen változtatni. Igen, tehát ez egy jó dolog való, csak hogy lehet, ez elindult. Hogy ott is át kéne állítani egy kicsit a fejekben, tudod? Mert hogy a gyerek a születésétől kezdve már mikor rendes táplálékra rászokhat, akkor a klasszikus magyar konyha zsírban főzve, vagy mondjuk sok hagymával, paprikával ezt eszi, akkor utána találkozik egy ilyen zöldborsó főzelékkel, akkor azonnal sok van, és nem fogja tudni megenni. A leegyszerűsítve otthon a sós meg a cukros megy, aztán bemegy az iskolába. Így van. Akkor az azért a különbség. Igen, tehát hogy mennyire igazatok van, mi azért nagyon szeretnénk, és azt gondolom, hogy beszéltek az összes közétkeztető cég nevében, hogyha ez a rendelet sokkal nagyobb nyilvánosságot is kapni, és azért is köszönöm a meghívást, vagy legalábbis az intézmények is jobban tisztában lennének, hogy mit tartalmaz a rendelet, hiszen azért itt egy jelentős ízvilágváltozás következett be szeptember 1-től. Itt ugye azért legyünk őszinték, tehát hétvégén a gyerkőc a házi kosztot eszi, hát anya főszét, majd hétfőtől péntekig egy teljesen más ízvilággal találkozik a közétkeztetésben, és azért a gyerekek nem tudatos fogyasztók, tehát ő vagy ízlik, vagy nem ízlik. És ha jó, nem de azért ízlik, eddig akkor... a közétkeztetés sokszor a moslika volt egyelőbb, bocsánat, hogy ennyire őszinte vagyok, de azért nekem ez a véleményem. Tehát ami mi szocializálódtunk és felnőttünk, én nem tudom, hogy most mi a helyzet, én még azt sem tudom, hogy a gyerekem mit teszik az óvodában, mert nem mentem be délbe beülni egy kis kanállal, egy kis székbe, de a vízszínű, lebencsleves, ez a szörnyű, oldalasszerű hús rajta, a paradicsomos káposztán, ezek a szószok, ezek a sok, szóval, hogy azért sokszor tényleg, tehát valamit kellett csinálni a közétkeztetéssel, mert ez szerintem van, voltak ez... iskolák, óvodák, ahol dráma volt, amit a gyerekek elé egyáltalán lemertek tenni, mint közétkeztetés. Nem? Tehát igen. Hozzá kellett nyúlni, szerintem igen. Ez egy jó dolog, hát most nyilván ti a másik oldalon vagytok, nehezebb talán, de ti is egyetértetek ezzel, gondolom, hogy abszolút, változtatni abszolút. Kellett. Azt gondolom, hogy az étkezés is ugyanolyan, mint az élet más területén, tehát vannak, akik jól végzik a dolgukat, és vannak, akik nem. Természetesen azokról sose beszélünk, akik jól végzik a dolgukat. A nem hír a jó hír, a negatív hír pedig mindig bejárja a sajtót.
ebben teljesen igazatok van. Azt azért látni kell, hogy már azért egy-két évvel ezelőtt komoly változások indultak el a közétkeztetésben, hiszen elindult egy mintamenza program, ami még önkéntes volt. Ehhez azért elég sok cég csatlakozott. Ma már azért próbálnak a cégek sokkal színesebb ételeket adni. Tavaly egyébként a junior elsőként vezette be a vadhúst a közétkeztetésben. Az sem volt egyszerű, hozzáteszem. Hát, hiszen... mikor én hozok itt receptet, hogy egy kis vadkacsa, vagy valami... Igen. Azért a gyerekkel azt megetetni hirtelen, igen. Tehát a szarvasragúnak hát, a 70%-a megmaradt. Hát konkrétan a vadhúsnak van egy olyan íze, amit a gyerek, ha nem szokott meg, a vadhús egy kicsit keserű, tud lenni például, aki nem szeretett vadhús, vagy nem evett még, az nem csodálom, hogy nem eszi meg. Kóstoljunk egyet csak, hogy miket hoztál, hogy mit tesznek a gyerekek, hogy próbáljuk tudatosítani bennünk, hogy tényleg mennyire jó vagy nem jó. Hozták különböző főzelékeket például, ugyanazt a főzeléket hoztad el, amit az ovisok esznek, aztán az iskolások, meg gondolom máshogy kell ízesíteni. Háromfélét hoztam, ugye egy bölcsődeit, egy óvodait és egy iskolait. Van benne átfedés. Itt a sótartalomra rögtön kitérnék, mert arra még nem beszéltünk, hogy mit mond a rendelet. Igen. Ugye a rendelet a bölcsödében a négyszeri étkezésnél másfél gram sót enged, és itt az egész naposról beszélünk. Tehát, hogy csak a kedves hallgatók is tisztában legyenek ezzel, egy párizsi zsemle vaj nélkül, tehát egy párizsi, egy zsömlével tartalmaz másfél gram sót. És ezt kell neked egész napra beosztani? Hát nem ezt kell beosztani, de olyan ételeket kell összerakni, ami nem tartalmaz többet. Ez azért elég komoly küldetés ezt teljesíteni. Az óvoda háromszori étkezésnél 2 gram só, ami ebbe belefér, az iskolainál pedig a háromszori étkezés 6,6 gram sóval kell megoldanunk. Az a baj a sóval, igen, hogy az ember ízlelő bimbói hozzászoknak, akkor én értem, hogy a só káros, persze kérdés, hogy mennyit visz abból be a gyerek, de hogyha nem sózott meg, effektíve íztelen lesz az étel. Bizony. Tehát, hogy, és a gyerek nem érti, hogy mitől nem eszi meg, csak egyszerűen nem ízlik neki, mert hogy nincs benne só, mert otthon hozzászokott, vagy az elmúlt 10 évben mondjuk hozzászokott. Ti érzitek, hogy amióta a változás van, több kaja maradott, többet küldenek vissza, több, most légy, de utálom ezt a szót, de hogy, tehát, hogy effektíve kevesebbet esznek a gyerekek? Van ilyen visszajelzés? Azt érezzük, ugye mi januártól már elkezdtük szoktatni a mi felhasználó vagy fogyasztóinkat, és elkezdtük visszavenni a só mennyiséget, hiszen ez a rendelet végül is január 1-től lépett életbe. Mi azért azt látjuk, hogy ez nem lesz rövid idő, míg megszokják ezt a fajta új étkezést. Voltak lemondások is az elején egyébként, tehát hogy lemondtak szolgáltatásokat. Én azt gondolom, hogy meg kell szokni. Tehát pont hát ezért igen, is nagyon fontos a kommunikáció. Vagy sót tenni a gyerek táskájába és zsebébe, és azt mondja, hogy kisfiam, kérni a McDrive-ból gyorsan 3 kis sót, és azt tedd be és sózd meg. Régen meg volt egy oldal is, mert akkor még tartott otthon háziállatokat, mert érted, hogy a gyerek finnyás, őrül a kondáshoz, hogy szokták mondani. De mostanában már nincs is hova vinni. Itt van nálam egy zöld borsó főzelék, ja, amiben gyerekek annyi borsó van, hogy ez valami embertelen. Tehát, hogy ez egyébként állagra, erre azt mondod, hogy figyelj, ha ez a közétkeztetés, hogy gyakorlatilag csak borsó, akkor az nem rossz. Az ízét még nem tudom. Jó, most kicsit nekem felturboztam. Ez csak nekem jött így. Az aljáról, Mariska, az aljáról. Szedjed a sűrejét a Rákóczinak lesz. Vissza a fiú. Na, kóstold meg, és én is megkóstolom aztán, hogy... Melyiket kóstoljátok egyébként? Én nálam az általános iskola. Általános iskola van. Szerintem érdemes. Pont főiskola, ez gondolom az 5-esnek, nem? Annyit érdemes tudni a bölcsődeiről, hogy nulla az a só mennyiség, amit beletettünk, amiatt, hogy itt tulajdonképpen ugye 10 óraira kakaó, gépsonka, paradicsom, teljes körlésű zsemlét hoztunk. Aha. Ebédre csontleves tésztabetéttel zöldborsó főzelék virslivel, és uzsonnára pedig puffasztott gabonapehely, natúrjoghurt és alma, de miután a felvágott és a kenyérben önmagában 2 gram só van, ezért már ebben kilőttük a megengedett só mennyiséget. Hát tehát, ugye, én megkóstoltam most az 5-eseknek, ez egy általános iskolai, ez ehetetlen. Tehát ez ehetetlen. Tehát 6,6 gram só van. Tehát magában a összességében. Aha. Tehát hát az óvodai zöldborsó főzelék állagáról nagyon szépet tudtam mondani, ízéről kevés. Hát sótlan. De hát az íze nem rossz, sót. Nem rossz az íze. Hát én azonnal felüvöltenék, hogy asszony.
Azt mondja, hozzá egy darab másfél gyors nyalósót. Azonnal. Tehát egy effektíve sótlan. De úgy meg kellemes. Értem a célt, és egyébként jó, csak nem lehet, hogy ebben fokozatosságot kellett volna bevállalni, vagy fokozatosan visszavenni a sót, mert ugye hát az ember ízlelő, hogy mondja, tényleg szépen lassan át kell alakítani, ezt a gyerek ott hagyja. Kár a gyerekért, mert éhesen dekoncentrált lesz, nem tud figyelni, ráadásul rengeteg hasznos, jó minőségű étel megy úgy kárba, hogy nem az étellel van a baj, csak effektíve sótlan. Akkor mit lehet csinálni, vagy mit tudtak csinálni? Most ugye a rendeletalkotó szigorú az óvodánál és a bölcsödénél, tehát ott zéró tolerancia van. Az iskolákban megengedi, hogy szóró legyen kint, ha nem is minden asztalon, de mondjuk elérhető helyen egy figyelmeztető táblát kell kitegyünk, hogy a só mennyire káros, és ők után sózhatják az ételt. Megpróbáltuk meggyőzni, hogy van rosszabb só, jobb minőségű, rosszabb minőségű. Nem, a rendelet csak jódozott sót enged. Tehát a rendelet pontosan megmondja, hogy milyen só rakható ezekbe az ételekbe. Egyébként jó, hogy próbálják szabályozni meg, hogy jódozott só, tehát hogy szerintem hasznos, csak valahogy tényleg talán a fokozatosság az, ami hiányzik, mert egyébként maga a főzelék finom. Tehát tényleg jó, teljesen de nem tudnám megenni. Tehát. Az óvodában az érotolerancia, ez mit jelent, hogyha ott valamelyik gyerek megsózza az ételt, akkor kijön a készüléti rendőrség és a Big Fix csoportot, nem feltétlenül gondolom, hogy a rendelet alkotó erre gondol, de ott nincs biztosítva például a sószóró. Tehát azért az iskolásoknál van lehetőség ezt megsózni, míg az óvodában, bölcsödében nincs erre lehetőség. Mit tudunk a virsliről? Az egy olyan étel, amit most nyilván tudom. Ez kinek van ez a virsli? Mert ez ehető. Tehát ez jó. Ez iskolai virsli. Kis virsli és nagy virsli. Nem, ez a bölcsödéseknek is van egyébként. Tehát ha ezt teszem a főzelékkel, akkor a virsli sós. Így van. Az egyik sült. Sült virsli. Ugyanez a virsli főtten és sülten? Nem ugyanaz. Hát ezt variáljuk, tehát lehet sütni és főzni. Egyébként még annyit elmondanék a rendeletről, hogy 10 nap átlagában kötelező egyszer legalább halat adni. És a másik, hogy számüzi a rendelet a bőzsírban sült ételeket. Tök jó. De ezek jó. Ez a része rántott hús. Én nem azt mondom, lehet rántott hús több is. De én nem azt mondom, hogy nem, mert én csak azt mondom, nem, hogy tök jó, hogy száműzik a zsírban áztatott ételeket. Én nem azt mondom, hogy ne egyen 10 egyébként napot egy rántott a junior is nagyon komoly investíciót hajtott végre a rendelet miatt, hiszen nekünk is le kellett cserélni a sütőink nagy részét olyan kombi pároló sütőkre, amivel zsír és olajmentesen tudunk ételeket készíteni. És ha hal? Milyen hal? Hát tudom, pangáziusz egyébként, ami adható. Többféle hal is adható, itt vannak a halrudak, a pangáziusz hal. És azzal kapcsolatban mi a tapasztalat a halakkal? Mert hogy hetente egyszer, a gyerekek azért hát, nem nagyon... Nem ez a kedvenc. Nem, ugye? A gyerköcöknek ez így van, tehát nem... Amiből nem esznek sokat otthon a gyerekek, azt általában a közétkeztetésben elutasítják. Ez egy öreg problémája a közétkeztetésnek, hogy ha valami nem ízlik a gyerköcnek, akkor nem arról van szó, hogy nekem nem ízlik, hanem hogy rossz a kaja. Tehát általában, amikor halas nap van, akkor mindig több a szülői reklamáció. De nagyon sokszor a szülő nem is tudja, hogy hal volt, csak azt tudja, hogy nem volt jó a kaja, és akkor reklamál is, hogy az ő csemetéje éhesen ment haza. Egyébként ez egy nagyon komoly probléma, tehát hogyha ti magatok is megnézitek, szerintem egy 4 tagú családnál minden vasárnap van külön vélemény anya kajájáról. Biztos, hogy egyiknek megmagyarázza, hogy miért nem jó, mert nem ízlik. Ez amikor 45 ezer gyerek eszik, egyszerűen nem lehet mindenkinek az ízlését eltalálni. Járunk mi is, én magam is szülői fórumokra, ott kicsit bulvárosan szólva, majdnem tömegverekedés is kialakulhat, amikor azt mondom, hogy jó, akkor nevezzem meg mindenki 5 olyan ételt, amit szeretne, ha az étlapon maradna, és 5 olyan ételt, ami eltűnjön, na, itt összeugranak a szülők, és nem nagyon szokott egyesség lenni. Tehát egy ilyen egyszerű kérdésben is, ha ételről van szó, akkor nagyon nehezen dönt mindenki. Van visszajelzés, hogy mennyivel kevesebbet tesznek, vagy többet tesznek a gyerekek? De ugye nem hozzátok jön vissza most légy, csak kérdezem, hogy mondjuk a leves... sokkal több kaja megy kárba, mióta bevezették, vagy még vagy nincs, tehát erről miután ez múlt héten indult, tehát igazából tudatosan nem is keressük most még a visszajelzéseket, szeretnénk azért időt hagyni, legalább egy hónapot. Egyébként a VIMOSZ, ami érdekvédelmi szervezetünk, aki a legtöbb közétkeztetőt összefogja, folyamatosan tárgyal az EMI-vel, és
azt az ígéretet kaptuk, hogy két hónap távlatában meg fogjuk közösen vizsgálni az eredményeket, és ha esetleg kell valamin változtatni, akkor azt meg fogjuk tenni akár közösen. Az a baj egyébként ezzel a showval is, hogy most már rengeteg olyan kutatás jelenik meg, hogy démonizálták a sófogyasztást, hogy szükség van a sóra, hogy ez egy régi szemlélet. Hát nyilván itt ugye naponta jelenik meg pró és kontra mindennel kapcsolatban minden. De hogy igenis, pótolni kell az elvesztett sót, hogy nem olyan káros, hogy szóval nehéz igazságot tenni. Vannak orvosok, vannak dietetikusok, a külföldi szakirodalom, akik már azt mondják, hogy például egy hülyeség sokkal nagyobb kárt okozol, hányi sót vonsz meg a szervezetettől, és kevésbé káros, és igenis pótolni kell, adni kell, gyerekek is egyenek. Szóval ez egy nehéz kérdés, hogy mennyire vagyunk lemaradva a legújabb elméletekhez képest, naponta jelindik meg mindenről pró és kontra. Nem? Egészséges, nem egészséges. Olaj, olívaolaj, edd, így edd, úgy edd, sűs, ne sűs. Szóval, hogy baromi nehéz ez a teljes só megvonás, én szerintem ez nem biztos, hogy jó, de hát vannak, akik el sokkal jobban értenek. Mi az, amiből te is szoktál kérni mariskától az ételhordóban, a te kedvenced? Te mit viszel haza? Hát igazából én is meg szoktam kóstolni az ételeket, nincs kedvencem egyébként, a piskóta kocka csökkentettel, azt én is sajnálom, hogy elveszett. Ugye. Egyébként a piskóta kocka csökkentettel azért esett ki, mert egyszerűen a rendelet úgy szól, hogy nem adható főételnek benédesség. Tehát miután ezt főételnek adtuk, tehát egy tartalmasabb leves után jött ez a piskóta kocka, ez azért túl nagy adag desszertnek, hogy így mondjam, emiatt esett ki, de hát remélem ma már nem akkora dráma ez, tehát azért a rendelet alkotó nagyon sok más lehetőséget is biztosít arra, hogy most szervezem azt a Facebook csoportot, adjunk. Csak mondom, a vissza a piskóta kockát, csak jöntettem Facebook csoport. Arról nincs egyébként híretek, hogy oké, hogy mit eszik a gyerek, de hogy azon nem akarnak-e változtatni, hogy milyen körülmények között eszi a gyerek, hogy hagyják őket, hogy legyen elég idejük, hogy legyen helyük, hogy kiadni iskoláknak, óvodáknak, hogy mondjuk ne tűzforró levest adjanak a gyerek elé, amiről beszélgettünk mi isként. Én emlékszem, gyerekkoromból soha nem etted meg a levest, mert tűzforró volt. 15 perc, 20 perc alatt kellett megkajálni. Egy falat leves, tűzforró, leégett a nyelvet, félretolod, jön a főzelék, gyorsan megeszed, rohanni kell. Tehát, hogy ne csak az legyen, hogy a gyerek mit eszik, hanem hogy milyen körülmények között eszi meg, mert szerintem legalább annyira fontos a kellő időintervallum, a nyugalom, hogy tényleg, hogy olyan dolgokat kapjanak, hogy olyan minőségben fogyasztassák el az ételt, ezen nem akarnak egy kicsit változtatni, vagy ezt szabályozni? Szerintem ez is legalább annyira fontos, hát mint hogy mit. Nagyon remélem, hogy lesz változtatás rajta, abszolút egyetértek. Én azt gondolom, hogy adhatunk mi közétkeztetők akármilyen ételt, amíg a feltételek nem fognak változni, addig nem lesz teljes elégedettség. Én itt nem csak arról beszélek, hogy mondjuk szerintem szinte ciki ma egy 15 éves gyereknek menzán étkezni. Sajnos szinte pejoratív jelentése is van a menza szónak ma már. És ez ugye mind azért van, hiszen van egy szűk étkező, 80-as évekből megmaradt bútorokkal berendezve. Én itt nagyon fontosnak tartanám a tálalást, hiszen lehet egy tökfőzelék nagyon finom, hogyha pontosan az időhiány miatt a placsan a tökfőzelékbe a hús elmerül. Ahogy azt te megkaptad én gyerekkoromban, fehér színű, szőrös hónajú, nagy darab, zsíros kezű, menzán dolgozó nénik, fehér ilyen térdig élő tornacipőben, kicsit izzadságszagúan, kismamacipő, belevágta a tökfőzelékbe azt a ronda zsíros húst, kiplacsant a tálcádra az egész, hozzávágott valamit, hogy egyél. Hát ez volt, emlékszel? Hát és kicsit zavartan, frusztráltan elmentél az asztalodig, és örültél, hogy egyáltalán megeheted, amit rávágtak a tányérodra. Talán ez költői túlzás, de mondjuk amíg 20 perc van a gyerköcöknek arra, hogy átcuccoljanak az egyik tanteremből a másikba, lemenjenek, sorbáljanak, ugye szegény konyhás néniket most azért meg kell, hogy védjem, tehát nekik is nagyon korlátozott idő alatt kell a gyerekeket kiszolgálni, mindezt úgy, hogy tényleg olyan millió körülménye van, ami nem biztos, hogy a legjobb. Tehát igen, tehát hallani arról, hogy készül törvénytervezet, ami ezt változtatja, és lesznek uniós források, amik pontosan arra lesznek elkülönítve, hogy az iskolák föl tudják újítani az étkezőt. Én azt gondolom, hogy sikeres közétkeztetésről csak akkor fogunk tudni beszélni, hogyha összességében ezek megváltoznak, hiszen
Feri, neked is az éttermedbe adhatsz akármilyen jó ételt, tehát hogyha a kényelmetlen kényelmetlen széken olyan körülmények között hát fogyasztanák el, igen, nem jönnének el már. Voltál már náluk? Vagy honnan van ez a sok információ? Semmi, adtam neki egy 5000-est a beszélgetés előtt, hogy valahogy csempészze bele, de így van. Én ott voltam, nem volt büdös a néni, aki adta. Szőrös volt a hónalja, de most már bejön. Most akkordik. Nem volt büdös. Na jó, hát bízunk benne, hogy ez az egész ez egy kicsit javul. Nem rosszak, amiket hoztál, valóban a sóhiány azért az erősen érezhető, hogy emiatt ugye a gyerek most már megérti az úgy szeretlek édesapám, mint emberek a só című mesét, mert eddig hülyén nézett rád, ugye? Beiratott az iskolába a nap után hazén, és azt mondja, apa, értem a mesét. Nem, most már azt mondja, hogy úgy szeretlek édesapám, mint a purpur kenyere. Ez nekem most teljesen új ez a purpur dolog. Attila, köszönjük, hogy itt voltál, sok hasznos dolog. Hajrá, junior! Hajrá, Vimos! Reméljük, hogy sok hasznos dolog hangzott el, és még egy-két dolog egy picit változik, hogy könnyebb legyen nektek is, a gyerekeknek is. Hármasugrást, ha valaki játszana, akkor jelentkezzetek SMS-ben, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 múlt, pontosan 4 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és hát menza kaját kóstoltunk. Van, ami jó, van, ami kevésbé. Van, ami jó, van, ami kevésbé. Igen, sótlan. Nem igaz, olyannyira bejön, hogy Jani gyakorlatilag azért nincs most itt, mert viszi el a kaját ebédre meg vacsorára, úgyhogy neki nagyon abszolút jó. Miért gondoltam, hogyha valaki becsomagoltatja a repi kaját, az a Janihez? Tehát ez miért gondoltam? Igazam, mi most dobja ki, hát nem. Nem, azt mondom, hogy ki kell dobni, de ő most szatyrogért rohangál, és viszi haza a kaját. El akarta kérni a nagy hűtőládát is, amiben hozták, vagy ezt a melegen tartó ládát. Tudod, hogy tarhát tetszett édesebb a méznél, úgyhogy. Na, megvan? Megvan a vacsi, a holnapi ebéd? És... itt vagyok, csak becsomagoltattam a kaját. Jó, kicsi, most nem szacsiba, kell dobni százast. Szacsiba viszed? Jó, ne dobjál most, érted? A gyereknek a vacsorájáért meg kellett küzdeni, megértem, hogy nem jut pénz erre, úgyhogy be kellett csomagoltatni. És szegény milyen csalódott lesz, mert ma sajnos otthon maradt, mert egy picit a torka meg az óra kezd eldurrani, és azt hiszi, hogy megúszta. De nem viccelek egyébként, mert a főzelék, a borsó főzelék, Az abszolút szerintem tök top, tehát hogy a són kívül gyakorlatilag más nem kell. Jó, most nem kell nyalerózkedni, itt haza nyugodtan, tudjuk, hogy ízlik, megvan a kaja. Így is vinném. Ezért mondom, hogy semmi kell ezt most megmagyarázni. Semmi érdekem elfűződik ahhoz, hogy dicsérjem őket, hisz így is, úgy is hazaviszem. Akkor is hazavinnéd, ha ehetetlen lenne. De az uzsonna például tök menő. Tehát, hogy ez teljesen rendben volt. Óvári sajt. Teljes kiörlésű kis kenyérke volt hozzá, margarin volt hozzá, kigyóborka volt hozzá, tök profi. Minden becsomagolva, minden elengedlek a megszólásról, menj oda, azon nehogy rácsapjon valakit. Köszi, bocs! nehogy egy félszelet, egy teljes kiörlésű kenyér esetleg lemaradjon, és a vadon család estejéhez. Véletlenül se legyen az, hogy nem 6 kilóhoz szatyorral indulsz majd a metró felé, mint a konyhás nénik, amikor ugye mentek minden délután el az iskolába, és láttad, mint a málhás lovak meg vannak pakolva, mert vitték haza a kaját. Jó, értem a kis finom cinket, értem a kis kritikát, de majd csak várj, amikor megjelenik a sales. 5 perce belül letakarítják az asztalt. Jó, hát ők is jönnek, ahol kaja van, ott megjelennek ők is, igen. Na, játszunk, jó? Játszunk. Hármasugrást, már is valakivel. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, Szandra vagyok. Hello, honnan hívtál minket? Most Budapesten vagyok, de amúgy Gödöllőről. És mit csinálsz itt Budapesten? Most bejöttünk ide a városba vásárolni egy kicsit. Vásárolni? Akkor nem dolgozol ma? Nem, a szabadnapos vagyok. De mit csinálsz egyébként? Kozmetikus vagyok. Ó, egy kozmetikus. Férfi, női? Hát inkább női, de férfiakat is vállalok. Pasik, mit csinálnak leginkább, vagy mi a legnépszerűbb? Hát én asszisztitást vállalok inkább. Hát egy hát egész alakos gyantázás, az nincs benne? Az nincs. Én nagyon gondolkodom már régóta a mellszörtelenítésen, csak nincsen a mellemen ször, de hát de mennyire hát nehéz. Hogy azt a férfiak mostanában is szeretik azt, hogy csinálják, vagy? Hát most már talán annyira nem divat, inkább ugye ez a higiénikus, hogy a hónaj szörtelenítése. Nem, azt meg tudom oldani, csak a... Mert hogy mondták, hogy tartós legyen meg állandó, mert mindig belegabolódik a macska, és akkor így... Én vagyok a metroszexuális, mi is te akarod szörtelenteni a melkasodat? Na nézd! Nézd a kis beszterencsiga! Intim gyantát csinálsz Pasiknak?
Pasiknak nem. Nem? Nem vállalod? Nem. Emelni a golyókat. Janinak sem. Gyantázni azért az kemény. Igen. Janina, nem? Janit megcsinálom. Janit megcsinálom. Na! Na! Tessék! Ingyen kaja, intim gyanta, és még messze a 10 óra. Hát, én gondoskodom a családról, manikűr. Érted? Mindenki kap ma este valamit. Egy francia manikűr is beletérni. Ki egy kopasz golyó. Milyenek a kérdések? Azt mondja, hogy nézem, szerintem menni nem. Nehéz. Na nézzük, így szól az első. Na. Milyen nemzetiségű a magyar labdarúgó válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya? Német. Iga. Ja. Benátor. Sőne megfejtés. Stort. Stort. Baseball sapkáért mehet a következő kérdés? Nagyon nehéz. Ezt nem jó. Tudjuk megmondani, kinek nem milyen tudjátok. Nehéz tudod. Jó, oké, na jó, mehet, próbáljuk meg. De egyébként nem annyira. Hogy nevezik idegen szóval a kartszárnyú delfint? Kurka. Orka. Nem. Hát még. Kurka. Az honnan jött a kurka? Ne. Meg a hurka. Ne. Hurka. Oh, kurka. Nem tudtam leolvasni. Kurka. Hurka. Hurka. Kulka. Kurka. Magenheim. Kurka. Ki mondta ezt? Igen, nem ezt mondták, hanem csak a nagybátyám tátokta, és nem tudtam rendesen leolvasni a szájáról, hogy orka. Én a kurkát nagyon szerettem. De ő fejből tudta, vagy netezett? Ő fejből tudta. Dorka, barka, kurka. Kurka, nagyon jó. Nagyon jó. Hát nem kurka. Aztán már mondtad őt is. Igen, orka. Szandi, orka. Igen. Na, most már megjegyeztek legalább. Jól van. Puszilunk, köszi a játékot! Na, köszi, sziasztok! Ciao, hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Horka. Kurka. Na! Újra vendégeink lesznek 9 óra után. Ma ez egy ilyen vendégjövős nap. Uh-huh. Vendégváros vendégjövős nap. Érkezik hozzánk két fiatal ember, egy pár egyébként, akik 2011-ben indultak nászútra, és most tértek haza. Uh-huh. Most tértek haza, körbe tekerték az egész világot. Így van, mondják, hogy nem a Fapados légitársaság miatt. Így van, körbe tekerték az egész világot, és 4 éven keresztül voltak nászúton, bringával körbe tekerték az egész világot. Ez jó. Kemény. Jó. Igen. 2009 óta vannak együtt, és 4 éve bringáznak. És most 4 válnak? Év alatt eljutottak mindenhova, most és azt mondták, hogy elég, nem tovább, elválnak. Beszélgetünk majd velük, hogy hol jártak, merre jártak, mi történt, amikor 2 év után elfogyott a pénzük, hol telepettek le, hol töltöttek el hosszabb időt, és mi volt az, ami a legjobban tetszett nekik, mi volt az, ami kevésbé, tehát egyáltalán merre jártak. Azért ennyi idő alatt sok mindent lát az ember. Hány defektet javítottak? Az is érdekes. Gyakorlatias dolgokat, és kíváncsiak vagyunk. És hogyan? Szóval magáról az útról faggatjuk majd őket. 4 perc múlva 9 óra jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Klasszon, és belevágunk az utolsó egy órába. Trafi a 35-ös főúton Sajószöget beltelt Vegykó küldte nekünk. Kötyi. Ajánljátok ki, hogy hol van. Nyolj, mi vagyok. Nyolj, elhújt a labdám, eljejehet. Jéka, nem jártam. Jéka, Agassi, elmenj már. Nem tudom, de már nagyon liek. M7-es Pákozdi pihenőben mérnek Pest felé. Zsolti. Köszönjük szépen Zsoltinak, hogy ezt is elküldte nekünk. Aztán az M3-oson a 263-os kilométernél Vásárosnamény felé trafiznak egy zöld Skodából, útépítő küldte nekünk. 5-ös koccanás az M3-as bevezetőn a Szent Mihályi út felett a belső sávban, alakul a dugó, üzente Zoli, Pécsen nem jár a 2-es villamos. Békásmegyer Árpád híd 50 perc, Szabi, az okát egyelőre nem tudjuk. Igen, Árpád itt budai lehajtóján állnak az autók, még nem tudom az okát, küldte nekünk Kálmán. Mi van? Nem, csak eszembe jutott, hogy jéka, szerintem jól tett, hogy jártam a jepkelet a jelmiszei pajolj. Nézd,
Én most egy súlyos veszélyt vállalok fel. Súlyos, jó, súlyos veszélynek teszem ki magam. Miért? Megvernek a pékek? Vagy mi történik vele egy nojbi? Nem, mert nekem akarok futni egy összetett szót. De most mi van? Nyájon én is szeretem a fagyajtot. Na. Jaj, gyerekek. Hol vagyok? Mondjátok már meg, hol vagyok? Egy a rádióban. Nem akartok megverni? Budapesten. Egy pofont lekeverni most? Már tegnap minden nap felajánlom, hogy verjetek meg. Komolyan mondom, de nem értek valami, az alkalom. Valami nem, új nálad ez a mazoizmus? Nem, azt érzem, hogy szeretném, hogy valaki egyszer megbofozzon. Az a baj, hogy egyszer elkezdjük, rákapunk az ízére. De ne kérd, mert megkapott tartja a kínai mondás. Na, megjöttek. Vagy akármilyen. vagy bármilyen közmondás. Megjöttek vendégeink. Ki nem írt nekem ide teljes nevet? Jó? Mondjátok meg, nézzétek hogy volna el fel neki nem kell picit, majd hát, otthon úgyis találkoztok. Zita és Árpád, jó reggel, sziasztok, ciao. Jó reggel. Ki beszél inkább többet? Ki a főnök? A egyformán. Csapatban. Egyformán. Én mégis egy picit azt érzem, hogy Zita. Zita, jó lenne, ha jó közel húznátok a mikrofont. Tehát ez, hogy közösen beszéltek egybe, ez nem jó. Aki beszél, jó közel magához. Jó? Rendben. Nagyon közel, nagyon közel. Na, hát körbe tekertétek a világot, azért ez egy érdekes dolog, én láttam rólatok egy kis anyagot, és meglepődtem, hogy nem a klasszikus bringán, hanem ezen a fekvős bringán. Miért ezt választátok? Miért nem Bulgáriában napos partra mentetek el 2 hétre? Nászútra. Ki beszél? Zita? Beszélek én. Árpád? Akkor először a biciklire válaszolok, ez egy kényelmesebb formája az utazásnak, mert egy nagy fotelben fekszünk, és nem egy apró nyerekben ülünk, és a kormányra támaszkodunk, hanem egy fotelkerékpár, így is hívják a fekvőkerékpár. Fotelkerékpár. Most ki találta ki a dolgot, vagy ki győzte meg a másikat, hogy édesem, hosszabb lesz a nászutunk, mint ahogy azt te elképzelted, szeretném körbetekerni a világot. Ez kinek az ötlete volt? Ez közös ötlet volt, egy beszélgetés keretében találtuk ezt ki. Kezdeményeztem Árpinál, hogy akkor utazzunk, hova utazzunk, jó messzire, mivel menjünk kerékpárral, mi legyen nászút, ez így kezdődött. Ja, tehát így el is vetetted magad egyből, ugye? Tehát akkor még Árpiban ez nem volt. Igen, meg ez az volt. Kicsit, hogy elvegyél, mikor, most? Ez egy folyamat volt, először álmodoztunk, beszélgettünk, ábrándoztunk, aztán azt vettük észre, hogy tervezgetünk, közben a kapcsolatunk is elkomolyodott, és akkor szóba került, hogy házasság előtt. Na, de valaki csak komolyabb bringás volt kettőtök közül, tehát valaki belevezette a másikat szépen szóval a bringázásba? Az én voltam, előtte is bicikliztem már, ezelőtt az út előtt, de főleg csak Európában volt néhány 1-2 hetes utam. És aztán volt egy 100 napos biciklizés föl északi fokra Európa legészaki pontjára. Na, az jó hangzik. Zita, te nem is tekertél az út előtt soha? Dehogy nem, Árpival elmentem. Az egyik randevunk az erről szólt, hogy tekertünk 100 kilométert, aztán egy másik randi, hogy 400-at. Utána pedig a városban kerékpároztam, ez a bringáza munkában kampányon keresztül, nagy lelkes tagja voltam. És hát BKV bérlet helyett. Na jó, de az volt az első lépés, hogy azt mondta a te életed párja, hogy akkor ma randizunk, de úgy, hogy egy 100-as tekerünk, és te azt mondtad, hogy jó. Nem, hogy igazából okay. nem tudtam, hogy hány kilométer lesz, és a 100 az 2 nap alatt jött össze, de mondta, hogy menjünk, jó, és akkor elindultunk. Ez meg volt a teszt. Ez volt a teszt, hogy te vagy az igazi. Na megnézzük, hogy a 100-at bírja. Nem, az első randit. Én jutol, ha tudsz. Ez valami siófoknál megálltatok. Ez nem így történt. Árpi nagyon türelmes volt és kedves velem. Igen, ez már a 6. randi volt, és a 400 kilométer a 13. De az Brüsszel és Amsterdam között volt ez a 400 kilométer. És a világkörüli turné az világkörüli turnénak indult, vagy azt mondtátok, hogy ha már itt vagyunk ezen a földrészen, menjünk át, ha már ott vagyunk, menjünk tovább. Na, ha már idáig eljutottunk, forduljunk vissza, vagy tudatosan úgy indítottátok, hogy mi most tekerünk 40-45 ezer kilométert. Hát, ahogy elmondtad, hogy így eszkalálódott a dolog, kontinensről kontinensre, így álmodoztunk, és amikor azt mondtuk, hogy jó, megyünk, akkor már a gondolat az volt, hogy legyen világkörüli út, hiszen ha elmegyünk Indiáig, onnan Dél-Kelet-Ázsig, onnan Ausztrália és Új-Zéland, akkor már bolondság lenne ugyanazon az útvonalon hazamenni, vagy hazarepülni, akkor már legyen világkörüli út, és mikor ezt már így kibeszéltük nem csak egymás között ezt a tervet, akkor már világkörüli út. Tehát nem csak egy ilyen ad-hoc jellegű dolog volt, hogy Nyíregyházzal indultatok, és aztán elvesztettétek a térképet, szerintem arra és az ellenkező irányba kellett volna indulni. És valahol Delhi környékén megriadtatok. Igen, mi ez a sok tején keresztbe az úton. Meddig sporoltatok rá, vagy mennyi ideig készül erre az ember? Hát azért ez nem úgy vagy csak, hogy körbe tekerem a világot. Én 6 évet dolgoztam ott a szakmámba, tehát folyamatosan tettem félre a pénzt. Kezdetben még nem tudtam, hogy mire. És aztán olyan 1 évvel indulás előtt, akkor kezdtünk álmodozni, aztán tervezgetni, és ugye júniusban indultunk, 2011-ben, és így januárban mondtuk el a főnökeinknek,
és az volt a point of no return, ahonnan nincs visszaút. És aztán már vízumok, oltások, esküvőszervezés, és az útra való készülés. És akkor az ember beosztja, hogy egy napra jut mondjuk x ezer forint, és azt kell elkölteni, vagy abból kijönni? Volt egy olyan tervezet, hogy napi 5 euró, egy fő. Szűköcske. Igen, ez szűköcske, egyébként ez tartható. Nekünk úgy nem nagyon sikerült, mert bejött egy-egy kórház, egy-egy repülés, egy-két pótalkatrész, tehát 4 év alatt azért nem lehet 5 eurót tartani, de 3350 forint per főre jött ki, azt hiszem, per nap. Kellett, hogy repüljetek, kellett, hogy elszállásoljátok magatokat. Néha ezeken, volt. Ezeken nem nagyon lehet spórolni, nem? Dehogy nem lehet spórolni, meg nagyon sok helyen sokkal olcsóbb. Tehát meg lehet oldani például Ázsiában olyan olcsón a szállást is, lehet sátrazni, és az étkezésen is lehet egyszerű olcsó ételeket enni. Minden esetre többen gazdagáltokatotok, mint a junior, akik az előbb voltak itt a vendég. Mennyit tekertetek naponta körülbelül? Ez ugye a terep függvénye is volt, szélirány függvénye, de elmondható általánosságban, hogy olyan 50 és 100 kilométer között, amikor menős nap volt, amikor arról szólt, hogy biciklizünk, voltak más napok is. Szét is néztetek, vagy csak az volt, abszolút, hogy tegerünk. Ezért tartott 4 évig, mert szét is néztek. Mi az ott? Atács már, menj tovább! Én egyébként ilyen voltam az elején, de ebből folyamatosan kijöttem. Úgy tudtatok elindulni, hogy megvolt a teljes összeg, vagy megvolt valamennyi, ameddig mentetek, és akkor utána melózni kellett? Így van. Hát, mennyi idő után fogyott el a pénz? Eleve úgy terveztük, hogy a másfél, maximum 2 évre indulunk, és erre volt elegendő pénzünk, egy alsó középkategóriás autó árát spóroltuk össze, és akkor az volt a nagy trükk indulás előtt, hogy nem vettünk autót, hanem elindultunk erre az útra, és ez szépen el is fogyott olyan 2 év alatt, de akkor már Ausztrália, Új-Zéland környékén jártunk, és addigra már írtunk újságcikket, utazási magazinokba kiadtunk fali naptárakat a saját fotóinkkal, és aztán Új-Zélandon szökösbevételetet. Nyilván az úton készült fotókból, nem? Hogy merre jártam. Megálltunk a Taj Mahalnál, és lefotóztunk. Azt hittem, hogy mit tudom, pucsítottál egy motorháztetőn, rátámaszkodtál egy tehérre, és topless, félmeztelen, tangában, és akkor ezeket értékesítetted. 2 év után fogyott el nagyjából a pénz, tehát ezután kellett plusz bevételt szereznetek? Nem, mire elfogyott, addigra már dolgoztunk, tehát annyira sose fogyott el, hogy nem ne lett volna annyi pénzünk, hogy bárhonnan hazarepüljünk, tehát volt egy vésztartalék, igazából így a végére, tehát amikor Európában voltunk, akkor már tudtuk, hogy ha baj van, stoppolunk, vagy értünk, jön a bátyám, de erre nem volt szükség. Na, csak az útvonalat nagyjából, hát most, hogy magunk elé tudjunk képzelni egy térképet, tehát elindultatok mondjuk innen, hogy milyen országokat érintettetek, hol voltatok, hát nyilván nem tudunk minden élményről beszélni, sajnos, de hát már az útvonal említése is. Szerintem Magyarországot Románia, Szerbia, Bulgária irányban hagytuk el, utána Törökországba átmentünk Ázsia, Grúzia, Örményország, Irán, az összes Isztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tadzsikisztán, Kirgizisztán, egy kicsit Kína, nagyon picit, aztán bementünk Pakisztánba, India, Nepál, Bangladesh, Burma, Thailand, Thaiföld, Laos, Vietnám, Kambodzsa, vissza Thaiföldre, Malajzia, Szingapur, Indonézia, Kelet-Timor, Ausztrália, Új-Zéland, utána Hawaiion keresztül, úgy volt a legolcsóbb, átrepültünk az Egyesült Államokba, és aztán végig le, nem mondom végig az egészet. De mondd, hogy ez a Átadom Árpinak, ő is mondja. Jó, tehát megérkeztünk San Franciscóba, és akkor néhány Egyesült Államokbeli államon keresztül Mexikóba majd 3 hónap, utána Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, ha már elfelejtettem azokat a kis országokat, Costa Rica, Nicaragua, Costa Rica, Panama, onnan hajóval át Kolumbiába, Ecuador, Peru, onnan Bolívia, akkor Brazília, és Brazíliából repültünk Párizsba, és onnan Franciaország, Svájc, Liechtenstein, Ausztria, Sopron mellé. És például Dél-Amerikában. És Sopron! és lát is az ember dolgokat, vagy abszolút, csak teker? Tehát megnéztétek hát Brazíliát, megnéztétek Perút, láttátok a Nazca vonalakat, nem tudom, eljutottatok, mit tudom én, a Machu Picchuhoz, tehát ezek a nagy klasszikus közhelyeket az embernek van ideje megnézni? Abszolút. Tehát nem egy rohanós tempóban mentünk, azért tartott 4 évig. Na, a Machu Picchu az nem feltekertetek, ugye? Mert az, nem, felkirándultunk. Azért. A hátsó bejáraton mentünk a legolcsóbb, de legbonyolultabb, legnehezebb útvonalon. Nem az inkösvényem, mert az nagyon drága, de így is nagyon nagy élmény volt a Machu Picchu, és igen, megálltunk mindenütt, körbenéztünk. Hol jelentettétek a legnagyobb látványosságot a helyiek számára? Bangladesben, Zita, akarsz beszélni róla, vagy még nem állsz készen rá? Mi történt? Jézusom, mi történt?
Hát gondoljátok, mutathatunk képeket. Bár ez egy rádió. Hát körbeálltak minket állandóan az emberek, de nem egy-két ember, hanem 2-300 ember. Volt, hogy vonalat rajzoltunk a porba, hogy legalább 1 méter privát szféránk legyünk, ez néha működött, néha nem. És ez történt állandóan, amikor megálltunk volna pisilni, szusszanni egyet. Igen, ők picit sokan vannak, egy ilyen másfél magyarországi területen vannak, vagy 150 millióan. 158, most már 160. Bocs, ne haragudjál, ez ezt a mondatlanság. 161, 162, igen. És de kíváncsiság vagy fenyegetettség nem, is volt benne? Fenyegetettséget abszolút nem éreztünk benne, kíváncsiság, abszolút csak kíváncsiság. Hát nem láttak még fehér embert, ez szó szerint igaz, fekvőbringát meg pláne nem. És úgy bámultak ránk, mintha egy másik bolygóról jöttünk volna. Sehol nem voltatok veszélyben? Hát egy nő és egy férfi egy bringával azért ez meglehetősen kiszolgáltatott állapot. Mexikóról se hal sok helyen az ember azért jót, ugye hát most nyilván nyaralővezeteket leszámítva, meg hát egy-két ilyen ország, amit felsoroltatok, hogy teljesen békésen tudtatok átmenni minden országon? Pontosan, ezt abszolút tudjuk mondani, hogy teljesen a biztonságot azt mindig éreztük. Természetesen vannak veszélyes területek, ott a helyiek tanácsára hallgattunk, mondták, hogy itt most akkor stoppoljuk át, volt, hogy rendőri kísérletet kaptunk, mondták, hogy ne ezen az útvonalon menjünk, hanem másik útvonalon menjünk, ez minden országban meg volt így. És voltatok Belizben is, tényleg? Így van, voltunk. Miért? Beliz, még egyszer mondom, Beliz. Belizben? Hát mi történt Belizben? Mi történt Belizben? Hát mit loptak el tőlünk? A belizi rádió. Ja, hát. Kicsempészte ki a logónkat. Volt állatok bármilyen Klassz FM-es relikvia, esetleg egy bögre, egy sapka. Bármi, ami nem mi logónk rajta volt? Semmit nem vittetek magatokkal? Nem. Semmit. Gyanús. Egyáltalán volt már Klassz FM, mikor elindultunk? Volt, persze. És a belizi rádióban lenyúlták a mi logónkat, és nem tudjuk megfejteni, hogy honnan nyúlták ők le a Morning Show logóját. És most említettétek, hogy voltatok Belizben. Van ez a dolog, hogy internet. Rémlik? Gyanúsak, ugye? Ott jártak Belizben. Ez egy fontos dolog. Na mindegy, ezen átsiklottunk. Hogy lehet sztorit kiemelni, azon gondolkozom, ugye, mert a legnagyobb közhelyes kérdés lenne, hogy meséljetek történeteket, ez egy hülye kérdés, én utálom, amikor valaki megkérdezi, hogy elmúlt 20 évből meséld el, de legdurább, nem tudom, az sztoridat, tehát rosszul vagyok tőlem, az ember nem tud. Na de mégis valahogy kéne konkrétizálni. Ami számotokra a legérdekesebb volt, a legmeglepőbb volt, aminél szájtátva álltátok, és azt mondtátok, úristen, ez szebb, mint a könyvek. Megállíthatlak? Nem mond végig. Ja, jó, nyugodtan. Inkább hoztunk dolgot mutogatni nektek, mert az egyszerűbb, mint mesélni. Ez például 4 hét után jött ki Árpiból. Így néz ki egy defektes újabbról. Mit kaptál, Feri? Ez egy pakisztáni teherautónak a másolata. Aha. Hogyha beütitek az internetbe, hogy néz ki Pakisztán trucks, akkor meglátjátok, hogy milyen gyönyörű szépen díszített teherautók vannak. Ez egy csak egy ilyen tükrös másolat, igen. Mondja, hangosan. Én kaptam egy 500-as a kambodzsai mit. Egy 500-as na, mi mit? Ott, de mi ott a? Ez egy papírpénz, ezen azt kell látni, egyik oldalán az Angkorvat, a híres templom, a másik oldalán van egy gyönyörű ősrégi híd, és azon egy sportautó, tehát a kontraszt az így reméljük látható. Igen. Azt, ha kitalálod, amit a te kezedbe adott Árpi, akkor kapsz egy puszit. Ó, azt mondja, hogy tradicionális. Ja, ez egy fogkefe, kérlek szépen. Ja, rá van írva, hogy túl egyszerű, akkor nem érvényes. Ez egy fadarab, amit fogkefének használnak abban az országban, ahonnan ez érkezett. Pakisztánból. Pakisztánban, ezzel mostnak fogad? Ez a pakisztáni fogkefe. Igen. Hát ez úgy néz ki, mint egy ilyen kutyáknak való ilyen kis rákcsa, egy kis egyszerű kis fadarab. Ezzel sikálják a fogukat? A végével dörzsödik, ez egy speciális. Rákcsálni kell a fadarabot is, ahogy ilyen rostos, szálas lesz, és azzal a fog köz kitisztul. De érdekes, hogy nincs rendes fogkefé. Kaptam egy ilyen fatörzs darabot, ez is meg van kövesedve? Vagy milyen ez? Vagy mi a különleges? Mitől különleges? Ez a burmai smink. De ez komolyan így van, de a másik kezedben van egy apró kis kőlap, kődarabka, sokkal nagyobb, amit hétköznap használnak, ez úgy mondjuk inkább, hogy ilyen retikül verzió, hogyha így tartod, ide teszed az asztalra, vizet csepegtetsz rá, és a kérget dörzsöld rajta, akkor egy finom, krémszerű porként, hát krémként lekopik a kéreg, és ez egy sárga festékként az arcra kenhető. Állítólag fiatalítja a bőrt, én ezt nem tudom, nem nagyon használtam úgy annyira. Na, viszont a átküldjük, bocsánat. Nap ellen is véd, illetve ez így szépség. De tehát látom, hogy zseniális. Bocsánat, ez melyik országból? Hol ez Burma, Myanmar. Burmából, úgy elmennék Burmában.
A hölgyek, illetve a gyermekek is hordják. Ez egy ilyen nemzeti viselet. Az te jó pofa. Egy ilyen sárgás, barnás. A legfontosabb, kérdezik a hallgatók, hogy hol volt a nász éjszaka? Hát 1550 nász éjszakánk volt. Most ezt nehéz felsorolni körbe a világba. 4 kontinens, 40 az ország. Tudatos volt, hogy mindenütt meg kell ülni a nász éjszakát? Nem. Én kérdezem, hogy miért ilyen fáradt az arcod. Család nem akar benneteket lebeszélni, hogy ne menjetek, jaj, mi lesz, úristen. Baj lesz, maradjatok inkább itthon. Veszélyes a világ, nem mondtak ilyeneket? Dehogy nem mondtak, és természetesen féltettek minket. Aggódtak, ugyanakkor a büszkeség is megvolt bennük, hogy az én kislányom, az én kisfiam megy el az útra, és egy ekkora útra elindul, úgyhogy azért ez jelen volt bennük. Nyilván ez az élménybeszámoló leginkább képekkel jó. Terveztek esetleg könyvet kiadni erről, mert ugye ez úgy klassz, hogy az ember kezébe fogja rólatok szóló könyvet, és mindenhol sztorik, élménybeszámolók, fotók, hát ez így az igazi. Abszolút, ez a következő terv, már van 5 élménybeszámolónk lefixálva a közeljövőre, ebből már 2 vagy 3 betelt, és tervezünk kiadni egy utolsó fali naptárat a fotóinkkal, illetve egy könyvet is. De ezt a fali naptár szót kiszeltünk, de nem tudom hova tenni. Tehát az jó. A baj, hogy ezt tették. Még ha más típusú képek is lesznek. Olyan képek, amilyenben nem lesznek. valahogy ezt nem tudom hova tenni. Hova mennétek vissza szívesen? Vagy melyik volt az az ország, ami... Nehogy azt mondják, hogy mindegyikben... Ámulat bejtett benneteket a kultúrája miatt, az emberek miatt, a szeretet miatt, ami benneteket fogadott, ahol mondjuk az ember el tudná képzelni. Észak-Pakisztán. Észak-Pakisztán. Na milyen egy kicsit, csak konkrétizálni. Mert hát sok ember számára ismeretlen Észak-Pakisztán, hogy mitől annyira jó, hogy miért mennétek szívesen vissza? Konkrétan a Hunzák völgye, ami nagyon megfogott minket. Ez egy izmaili muszlim népcsoport, 40 ezer ember él 7000 méter magas hegyek között, egy 3000 méter magas völgybe. Nagyon tradicionális életet élnek, a nyugati kultúra még csak mostanában tört be oda. De nagyon-nagyon nyitottak, és vendégszeretőek, beszélnek angolul, ugye Pakisztán angol gyarmat volt, és van egy állítólag ezért ilyen fejlett az oktatás, meg az egészségügy, mert van egy spirituális vezetőjük, aki ezt nagyon fontosnak tartja. Tényleg nekem is voltak fogproblémáim, minden faluban volt egy orvosi rendőr, pedig az aztán tényleg az Isten háta mögött van. És iskolák is vannak, és az emberek borzasztóan nyitottak. Például egy iskolába beszélgettünk az igazgatóval, és elmondta, hogy mi, mint külföldiek, mehetnénk oda önkéntes tanítani játékokat, zenét, magyar nyelvet, és ami még nagyon meglepődtünk mi is, például kereszténységet is. Mert hogy a tudás az hatalom, az erő, és ők kíváncsiak. Azt lehet hallani róluk, hogy nincs bent a civilizáció egyáltalán. Tehát nem szenvednek semmilyen civilizációs betegségtől, úgy értem. Igen. Ezt a nyugat így fölkapta, hogy Hunza, barack mag, meg ilyenek, de ebbe tényleg volt valami. Találkoztunk idős nénivel, 92 éves volt, még tetvet, hozta nekünk a teát, csinálta a kertet, megkérdeztük tőle, hogy mi a hosszú élet titka, és elmondta, hogy világ életében saját maga által termesztett zöldségeket, és gyümölcsöket ette, és sokat dolgozott. Amikor olyan éjszak van, akkor eléggé koplaltak, és gletszervizet isznak amúgy, ami jön le a gletszerekből saját maguk által. Csodálatos világ. Volt egészen addig a napig, amíg Zita és Árti meg nem jelent, és el nem vitte nekik a nyugati kultúra. Tudod, megjelentek a fekvő biciklékkel, és mindenki így szóval. Úristen, kik ezek. Azóta mindenkinek olyan van, igen. Zitát nem könnyű megnevetetni, látom azért, hogy azért. Tehát igen, nem könnyű. Mert már fejben a következő túrát rakja össze. Igen, tehát úgy érzem, hogy a csapatban ő volt a főnök. Vagy én legalábbis így tudlak benneteket elképzelni, hogy te tekertél, hátulról ütöttek. Nem, mondtam, hogy megy tovább. De hány defektet kellett javítani az út során? Nézzük a technikai paramétereket. Leszarom. Vagy a bocsánat. Ja, bocsánat. De most tényleg bejártak az egészeket is defektekről akarnak. Igen, hogy hát sokszor kellett. Hát persze. Hozzásokat meg itt a húzzákat, meg nem tudom, miért nem Indiáról, miért nem a majd mindjárt, egy számot lőről, felni cserékről akarok hallani. Kit érdekel, hogy hány defektünk volt? Hány defektünk volt? Mindenki tegye meg téteik. Én egyet se. Azt mondom, egy 150. 600. Csak defektet szeretünk volna egész úton. 600 defekt. Minden harmadik napra beosztottam. Egy nagyon izgalmas kérdés. Hány defektetek volt? 11. A legizgalmasabb kérdés a beszélgetés, mert hány defekt. Mivel javítottátok, mondjátok-e Jánosnak, mert nagy bringás, csak hogy megnyugodjon. Teljesen
hétköznapi módon defekt szettel. Tehát ragasztó is rá a kis... Semmi különleges technológiát nem vittünk be a dologba. A 11 az nevetséges. Feri annak egy gyerekkorán áttekert új kígyósról szabad. Akkor ott még volt tétje, tudod, a dolognak. Hol voltatok a legtovább? Melyik országban? Új-Zélandon. Új-Zélandon, miért? Mert ott dolgoztunk is. Mit csináltatok? Szőlőt szedtünk. Szőlőt szedtetek Új-Zélandon? Hát ez valami elképesztő. De ezt minimálbérért. Az ottani minimálbér 14,5 dollár, és mivel csak 2 hónapot dolgoztunk, majdnem minden adót visszaigényelhettünk. És körülbelül ez... Na ment a magyar trükközés, hát, nézd meg, oda mentek, egybe visszaigényeltek. Hát ugye, a magyar leleményesség. Ez nem a magyar leleményesség, ez teljesen legálisan így működött, az adóhivatal ajánlott nekünk, hogy ezt így lehet. És kicsit kifújtátok magatokat, azért pihentetek, azért, vagy tetszett a környék? A szőlőszedés az konkrétan pihenés volt, és közben feltöltöttük a pénztárcánkat. A biciklizés után, meg a vándorélet után az, hogy minden nap ugyanott ébredtünk, ugyanott feküdtünk le, ugyanazokkal az emberekkel voltunk, ugyanazt csináltuk. Ez annak ellenére, hogy egy fizikai munka volt, ez nagyon-nagyon pihentető volt számunkra. Az a 2 hónap az nagyon kellett így az út közepére. No, spirituális szempontból az embernek mit ad egy ilyen? Mert egyrészt azt gondolom, hogy baromi nehéz lehet visszailleszkedni, és utána itt elmenni valami hétköznapit csinálni, tehát szerintem pont 1 hét után bolondul meg az ember. 2. Ennyi országba járni, ennyi népcsoporttal találkozni, ennyi emberrel beszélgetni, ennyi kultúrát megismerni, hát azért az teljesen átalakítja szerintem az ember gondolkodását, szemléletét, hozzáállását a világhoz. Hogy ti mit tanultatok, vagy mi volt a legfontosabb, ami rátok ragadt? Hát az, hogy legyünk nyitottak. Uh-huh. Elfogadóak, sokkal lazábbak, az előítéleteket így ledobtuk. Igen. Hogy érzel? Ez sikerült, igen, abszolút. Ja, most vagy csak a lazában. Ez fontos. Hát ebben az országban ezek fontos ívószavak, amiket mondtok, mert ránk ez aztán mind nem jellemző. A nyitottság, a lazaság, az elfogadás, nem? Hát ez... Hát nem vagyok ebben az egészen biztos, hogy ez egy igazad van. Ne bélyegezd meg a saját társadalunkat, Balázs. Én nem bélyegzem meg, hát azért azt mindenki tudja, hogy sajnos mi azért milyenek tudunk lenni. Ugyanakkor az összefogás is jellemző ránk, de hát az, hogy például kevésbé vagyunk elfogadóak, hogy idegen gyűlölőbbek vagyunk, hogy zárkozottak vagyunk, hogy irigyek vagyunk, hát azért ezek sajnos nem csak sztereotípiák a magyar emberrel kapcsolatban. Tisztelet a kivételnek. Tehát, hogy legyünk elfogadóbbak, itt tartottatok, hogy ezt az ember megtanulja? Igen, természetesen, hát annyiféle kultúrával és emberrel találkozik az ember, különféle vallásokkal. Ha nem vagy elfogadó, akkor egyszerűen nem működik a dolog. Tehát egy nyitottság és az elfogadás az nagyon fontos. Meg a másik, hogy én megyek vendégként abba az országba, tehát az, hogy a vendégszeretet az mindkét irányban működik, én is képes kell legyek arra, hogy a vendégszeretetet befogadjam. Azon gondolkoztatok, vagy azt próbáltátok... azt a választ megtalálni, hogy azon népek, akik sokkal szegényebbek, én például Ázsiában járok, én mindig ezt kutatom, hogy mitől tűnnek, és nem csak tűnnek, hanem azt hiszem azok is boldogabbnak, kiegyensúlyozottabbnak, nyugodtabbnak, sokkal kevesebb mindenük van, sokkal kevesebb dolgot birtokolnak, sokkal szegényebb körülmények között élnek, és mégis tényleg például az ember Ázsiában megy, azt látja, hogy mintha sokkal boldogabbak lennének, mint mi európaiak. Valamit megtaláltak, amit mi egész egyszerűen nem tudunk megtalálni. Valamiük még megvan, amit igen, mi elvesztettünk. Vagy még megvan, mondjuk inkább így. Igen, ez a materializmus, ez egy ilyen végtelen spirál, többet, gyorsabban, nagyobbat, és ebből nagyon nehéz kitörni, mert mi ebbe születtünk, ez a környezetünk, ez van körülöttünk az összes plakáton, vegyünk még, akkor leszünk boldogak, ha veszünk, ha birtoklunk. Közben az igazi boldogságot a cselekvés adja, illetve másfajta értékek, és ezt ők még tudják, náluk a család nagyon fontos, a közösséghez tartozás, és ők egyszerűen más dolgoktól lesznek boldogak. De sajnos egyébként már mindent látni a világban, hogy a nyugati kultúra az jön, és ők is vágynak rá, és Bangladesbe nincs egy biciklije, de már van egy mobiltelefonja, tud vele fényképezni, világítani, SIM-kártya nincs benne, arra nincs még pénze, de az is már egy státuszszimbólum, amit sokan megengedhetnek. De ugyanakkor, amit elmondtam, az még ott nagyon erősen él, és ez még fogja tartani magát. Ott egy másik értékrend van, más értékrend szerint élnek, és tényleg nagyon boldogok. Ugye, nincs semmiük. Hogy az ember ezt tényleg Dél-Amerikában, még Ázsiában látja leginkább, hogy semmiük nincs, az utolsó falat kenyerüket is valahogy odaadják, igen, mindenféle túlzás nélkül, de a szemükben van valamiféle olyan nyugalom, vagy olyan boldogság, amit itt az ember csak nagy szerencse közepette tud megtalálni. Ezt nagyon-nagyon jó lenne eltanulni tőlük, és ez tényleg a hétköznapi boldogság titka, azt hiszem, kicsit ez a mañana életérzés, hogy nem baj, majd lesz valahogy, és nem azon aggódni, hogy most mi van, vagy hogy milyen nehézségek értek, hanem hogy hogyan lehet ebből kikeveredni, hogyan lehet a következő lépést megtenni. Meg amit mi is így megtanultunk többé-kevésbé az úton, az apró dolgoknak, hogy mennyire nagyon lehet örülni. Tehát az, hogy én valami apróságnak mennyire örülök, vagy akár észre se veszem, az rajtam múlik, és ezt egy idő után tudatosan is lehet
kezelni. Például egy bicikli pumpa. Így van. Új időben. Jó, jó, hogy van. Ennyit a spiritualitástól, János, milyen változárat használtatok? Tessék, János? Bob Dencserére sor került az ügyfelet, és ha igen, hány? Volt így. Bob Dencserére sor került, és macsetével is kellett vágni a Bob Den végét, hogy sikerüljön beilleszteni. Egészségügyi problémák kerékpározásból kifolyólag. Ojajaj. A kerékpározásból kifolyólag nem volt. Mert kórház, az említettétek, hogy a kórház az más miatt volt. Mert ettől retteg még az ember. Oké, nekiindulok a nagy útnak. Persze, lesznek más kultúrák, más emberek, de mi van, hogyha jön egy vakbél? Mi van, hogyha megfájdul például a fogad? Hát akkor megyünk az orvoshoz. És akkor felmutatod a TV-kártyában? Hogy jó napot kívánok, itt vagyok. Nekem Pakisztánban volt, hogy a fogorvos egy mobiltelefonnal világított a számba, mert nem volt áram. Akkor mondtam, hogy nem, köszönöm, nem kérem a kezelést, meg eleve nem értette, hogy nincs tünetem, nincs belegadva az arcom, miért vagyok itt. És volt áram a rendelőben, és egy mobiltelefonnal vagy egy kis elemlámpával világított be a szádba? Igen, egyébként ez... Bátornak kell lenni, hogy az ember egy gyökérkezelést bevállaljon, nem? Egy háromcsatornás gyökérkezelésre azért ott nagy levegőt kell venni. És jött a falu kovácsa. Egyébként Árpit valóban meggyógyított egy, hát ilyen, hogy is mondták? Spirituális gyógyító? Azért volt ott antibiotikum is, nem tudjuk mitől, de meggyógyultam végül. Ez a Hunzák völgyében volt, vagy igen, hol volt? Igen, igen. És hogy gyógyított a spirituális gyógyító, hogy mit csinál? Mormolt valamit, dörzsölte a kezét, fejemre tette, aztán sós vízzel öblögettem, ez mondjuk annyira nem spirituális szerintem, de ez is az ő kezelésének része volt, és tényleg a kezelés előtt, ha összezártam az arcom, rögtön ahogy összeértek a fájós fogam, iszonyat fájt, utána mintha lidokaint kaptam volna. Most, hogy ez a spirituális gyógyítótól volt-e, vagy a sós víz öblögetésétől, vagy attól a szertől, ami előtte a sós víz palackában volt, vagy a mosószer. Ja, igen. És, ugye, arról beszéltünk, hogy hol éreztétek magatokat a legjobban. Melyik az a hely, ahol az ember szájtátva áll, mert annyira gyönyörű, és percekig csak nézi. Egy vízesés, egy templom, India, az Iguaçu, Brazíliában, nem tudom. Ahol tényleg azt érzed, hogy úristen, hát ez felfoghatatlanul gyönyörű. Na ezt bárcsak meg tudnám mondani, meg tudnám mutatni mindenkinek, akit szeretek. Volt ilyen? Volt. Himalája. Az Andok. Peru. Elképesztő. Igazából bármelyik országnak vannak természeti kincsei, az mind elképesztő. De amit Árpi is mondott, az apró hétköznapi dolgoknak a csodálata, ezt abszolút átvettük, és tényleg a szépséget meglátni egy apró virágban, egy pillangóban, ami igazából itt Budapesten is van. Tényleg honvágy? Volt az elején volt erősebb, és szépen lassan csökkent, és aztán elkezdtük azt érezni, hogy ha most hazamennénk, akkor mennyi mindenről lemaradnánk. És akkor inkább már azt sajnáltuk, hogy miről maradtunk volna le, vagy maradnánk le, hogyha most hazamennénk. Tehát egy kicsit a honvágy, az átalakult utazás vágyjá, tehát így áttranszformálódott ez a dolog. Mi volt a legizgalmasabb kaja, amit ettetek? Ettünk cápát, szöcskét, a Szárpi evett szöcskét. Szöcskét, na az jó. Belizben ettük a cápát. Belizben, igen. Igen, azt úgy halásszák, hogy az nem, nem fenntartható módon. Még azok mindenre képesek. A szemét beliziek. Amiért letámadják őket. A szöcskét nem sajnálom, a cápát nagyon. Nem kell bántani senkit. Mi volt az a piránya főzelék? Piránya főzeléket is ettünk. Piránya főzeléket ettetek? Brazíliában megharapott egy hal, mert van egy anyajegy a hátamon, ami úgy néz ki, mint a haledel, és ott sokan eltették a halakat. És arra ráment a kicsi édes. Ráment a hátamra a hal, és erre rá egy hétre, amikor a barátomnál vendégeskedtünk, akkor mondta, hogy itt van a piránya főzelék, úgyhogy revansot vettünk. És itt van az anyajegyed. Tessék. Ezt találtuk a halban. Mióta vagytok itthon most? 36 órája. 36 órája. Furcsa nagyon? Nagyon furcsa, igen. Igen, de egyelőre nincs időnk unatkozni, hívogatnak minket mindenféle rádióba, hogy jöjjünk a Class FM-be. Igen, valakik, akiket nem ismerünk. Fizetés nélkül szabadságon voltatok? Vagy a régi munkahelyetek visszavármentek? Nem, felmondtatok. Vagy letudtátok csúsztatni. Előre. Fölök csúsztatni egy és fél éve. Még három hónapig a túlóráimat csúsztatom, igen. És akkor hogyan tovább? Hát egy ilyen út után azért felvenni a tempót és újra elkezdeni dolgozni, az baromi nehéz lehet. Maradtok, vagy már van egy következő? Hogy... Maradunk. Lesznek még túrák, ebből biztosak vagyunk. Nem tudjuk, hogy mekkora, nem tudjuk, hogy hova. Valószínűleg egyelőre Magyarországon vagy Európán belül. Hát csak ezután egy Gyöngyös, Mátra, nem tudom, Parád, Sasvár, Budapest, hát azért nem izgalmas, rossz, és gyönyörű. Csak... Hát imádom a Mátrát. Csak így azért van, megint meg fogjuk látni a szépséget az apró dolgokban. Tehát itt ezt szeretnénk átadni. Nekem hogy is itt... mindig ezt mondja Viki Balázs, mert én meglátom a szépséget az apró dolgok. Ez egy ismerős mondat, de így élek 10 éve. Igen, nem a szépség, az a megszokás. A nejem is mindig meglátja az apró dolgokból a szépséget. Szóval, hogy akkor belföldön elsősorban. Elsősorban most belföldön, igen.
Jönnek még a Facebookon nagyon fontos kérdések, csak nem tudom, hogy feltegyem. Rengeteg hallgatót érdekel, hogy lett-e aranyeretek. Tehát, hogy azért a hallgatókban is megvan az a fajta nyitottság és kíváncsiság. Ami bennünk. Ami bennünk. Ilyen fotelekben ültek, csak bocsánat, még egy pillanatra visszatérve, ez nem klasszikus bringa nyereg, ugye? Nem, ez egy ilyen fotel. Igen, ez egy fotel. Nagyon kényelmes, nem tud tévét nézni az ember, egy olyan pozícióban fekszik, úgy, mint hogy feltenni a lábát a kis pufra, és egy ilyen pozícióban fejtámlával kényelmesen fekszünk. Mondjuk ahogy Ázsiában vezetnek, azért isteni szerencse, hogy nem ütöttek ebben. Hát igen. Szóval azért ahhoz kell egyfajta őrangyal, aki vigyázott rátok. Én nem az ételektől félnék, meg nem az emberektől, hanem azt, hogy azért az a közlekedési kultúra, aha, hogy sokan félnek például az indiai vezetéstől, és van egy dolog, hogy nagyon lassan vezetnek. Nagyon sok mindenki van az úton, a tehéntől elkezdve a lovas szekéren át, a kamionig, a riksáig, mindenki ott van, de nem mennek 30 km/h gyorsabban még a kamionok sem. Tehát így el lehet ravírozni, hogy az ember felveszi a ritmust, akkor az úgy nem lesz annyira veszélyes. Meg hát csukott szemmel kell menni, és akkor nincs gond. Ja, ma ugorjon elő, mi? Kamionnal. Akkor volt valami vészhelyzet, mindig becsuktuk a szemeinket. És aztán szépen. Majd csak lesz valahogy. Azért isteni szerencse, hogy nem azt halljuk, hogy mit tudom én, 4 év után visszajöttetek, beléptetek a határon, jöttetek haza, és ellopták a bringátokat. Mert azért hány olyan japán motoros volt, akik itt lopták el a motorját. Ne, legyél ilyen negatív. Nem, ez a tapasztalat. Nem voltatok itthon, az elmúlt 4 évben körülbelül 5 világjáró jött el hozzánk, bringával, motorral, és 3-szor beszéltünk arról, hogy a Blahá lopták el egy japán motorosnak a motorját. Egy francia bringásnak itt lopták el a bringáját, és könyörgött, hogy adják vissza, mert nem tud tovább menni, az valahogy meg lehet. Tehát ez nem negatív dolog, sok minden bőtti maradhatok. Ez bárhol megtörténhet. Mi vittünk 2 nagyon nagy láncot magunkkal, és ha volt, hogy azt kellett, akkor a 4-re a szobánkba fölcipeltük a bicikliket. Tehát mindig együtt aludtunk a biciklikkel is. Ez. A másik pedig, aki ellop egy ilyen kerékpár, az meg is érdemli, mert ezen nem tudnak el tekerni. Tehát ezt meg kell tanulni, vezetni. A fekvőkerékpár. Igen, én egyszer próbáltam a Margit-sziget, 4 méter után felborultam, mint egy büdös volt. Már jó vagy 4 méter, meg volt. Akkorát estem, csapkodtam mindenket. Egyébként ezekkel jöttünk, úgyhogy kipróbálhatjátok őket, itt állnak. A Ferit egy körre ültessük már bele. Bármikor. Jó. Hát nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Nyilván nehéz azért így egy 30 percben ezt a dolgot átadni, tele vagytok élménnyel, de még hallgatni is. Hallgatni is jó volt. A spirituális részt, és hát a defektjavító készletet Jánosnak. 11 defekt csak. És milyen gyorsan megcsinálták. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Vigyázzatok magatokra. Köszönjük szépen. Szép napot kívánok. Köszönjük Zitának, Árpádnak, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 múlt, pontosan 3 perccel, szép reggelt kívánom mindenkinek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Beszéltünk korra reggel Feri leszoktatásáról, kiadtuk az első instrukciót, hogy Ferinek holnapra aha, mit fogalmazunk, kell hogy ütöttetek egy órán keresztül. Tessék? Hogy ütöttetek egy órán keresztül. Szeretette, ez nem lesz ettől. Nem lesz ettől bajot. Nem véletlen dobtam tervbe, hogy le akarsz szokni általunk a dohányzásról, úgyhogy elfér az. Kiadtuk az első itinert. Ferinek egyelőre feladata van holnapra, elő kell állnia egy listával. Nekünk ez legalább annyira fontos, ha még nem fontosabb, mint neked. Látom rajtad az aggódást. Úgyhogy erről beszéltünk arra reggel, valamint vendégünk is volt a stúdióban, Boros Attila, egy közétkeztető cég vezetője, és az új menza rendeletről beszélgettünk, megkóstoltunk egy-két főételt is, mit tesznek az óvodások, mit tesznek a diákok, és hát elmondtuk a véleményünket róla, hogy mi az, ami finom, mi az, ami kevésbé. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3 perc múlva, pontosan 10 óra. Hello mindenkinek. Csabi, jó reggelt, szia. Jó reggelt kívánok. Hello. Hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Jó, ha mondja, hogy Morning Show az ajándékcsomag. És ha azt mondja, hogy hurka. Akkor nem. Akkor nem. Feri, te pedig ne feled holnapra lista. Meg lesz. Egy napi adag. Már beírtam a reggelieket, úgyhogy azok már megvannak, egész nap vezetem. Jó. Egyéb melléktevékenységekkel együtt. Tehát na, úgy csináltam éppen. Azt kell. Kértem. Azt kell nekünk. Én le akarok szokni. Hihetetlen, egyszer se volt csapágyas a középső, hogy a bringájuk. Ja? Bocsó. Az bizony! Jó reggelt! Sziasztok! Hello, azt nézem, hogy Tamás, aláírtad, igen. Így van.
Ugye megkóstoltunk mi különböző ételeket, és a borzsófőzőleket is megkóstoltuk, és azt állapítottuk meg, hogy kicsit csótlan. Viszont Feri elmondta, hogy mennyi borsó van benne, és hogy tényleg mennyire gazdag ez a borsófőzelék. Te pedig azt írtad, a borsófőzelék olyan gazdag, hogy Zimányi Linda majdnem hozzáment. Szerettük. Szerettük, úgyhogy Tamás, te vagy a naphallgatója. Köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket? Jelenleg Gyulán vagyok. Gyulán, mit csinálsz ott? Ebédet szállítok. Ebédet szállítok. Szólunk Gyulán? Na. Így van. Jól szólunk Gyulán? Teljesen. Hát elkül már menni Gyulára. Bizony, azért kérdeztem én is, hogy szólunk-e rendesen, mert ha igen, ott álljunk. Menni Gyulára, gyerekek. Tamás, küldjük neked az ajándékcsomagot, és köszi, hogy minket hallgatsz. Köszönöm szépen. Ciao. Hello. Csabi, Kámi, Jújtseng. Hát ez a hurka, ez nekem nagyon tetszett reggel. De ezek a bringások, hogy most pont olvasok egy könyvet, az a cím, hogy Vadon volt belőle film is, hogy egy nő elhatározza, hogy most maga mögött hagy mindent, és hogy az eddigi életét maga mögött hagyja, és végig megy a pacifikus tűnő. A Reese Witherspoon a főszereplő, és nagyon jó. Tudom. Nagyon jó. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Nagyon tényleg, jó a könyv, nagyon szép film, arról szól, hogy van egy amerikai, hát nem zarándok út, hanem egy amerikai túraútvonal, de valami 2000 vagy, így van, 3000 kilométer, és egy fiatal csaj végigmegy rajta, és hogy közben hogy számol el a magánéletével, és közben amíg túrázik, megnézed, hogy mi történt a magánéletében, ami oda vezetett, hogy ő elinduljon ezen a túrán. Nagyon szép kis filmet csináltak. Szép filmet csináltak belőle. Vagy még az Into the Wild, ami még egy zseniális film, a Vissza a vadonba. Ez az, arra egyről beszélünk? Nem. Nem? Nem. Ez a nem a Reese Witherspoon, a Vissza a vadonba? Nem, ez egy, hogyha meg annak idején a Sundance Film Fesztiválon robbant be így a köztudatba ez a film, egy srác megy el Szibériába. Illetve várjál, nem is csak azt mondja, hogy nem, de vagyis Szibériába, ilyesiket akartam mondani, fel valahova éjszakra. Elégeti a hitelkártyáját, kidobja a személyiratait, egyébként egy nagyon jó iskolába járt, és azt mondja, hogy akkor köszönjük szépen, ebből elég, és egy megtörtént esetet dolgoz fel, és itt tragédia lesz a vége, ennyit azért elárulhatok, mert... Jó. Így van. Nem, egy csöves megtalálja a bankkártyát, és leír róla 5000 dollárt. Szeretem az ilyen filmeket. Nagyon nagy film. Van-e elég bátorságod egyszer azt mondani, hogy eddig nem tovább jöjjön, aminek jönnie kell, de most szakítok mindenre, és elmegyek 3 hónapra. Azért az... Csavikán fölnőnek a gyerekek, az egy 15-20 év, aztán indulhatsz is. Egyébként pont ezt akarom kikerülni, tehát elmenni most. Ne, viccelek, csak imádom őket. Milyen zenéid lesznek, Csabi? Gondolom remek zenék. Ezt én figyelj, elhatároztam, hogy azt válaszolom rá, hurka. Jaj, Jéka, imádom a bázi humolyát. Most nem a legújabbak közül hozom, hanem van egy norvég duó, a Nico and Vince. Isten, megint húzó neve. Az egyiket Nikónak hívják, a másikat Vince-nek, de ezek ilyen művész neveket, az eredeti nevüket nem fogod kitalálni soha. Porhó, hess innen. Haja menjen innen, a norvég kidobó. Mert hogy mennyire színes ott az a skandináv térség. Két színes bőrű fiatalemberről van szó, tehát nem ennyire egyszerű a nevük, hogy filmben kell gondolkodni. És az Emma Wrong című dalukat hozom, mert az tök jó. Ezt ajánlom, hangulatos. Őrület. Meghallgatjuk. De jó. Nincs előtte valami, ki, mi, mikor, honnantól? Kell erre már szólnom, csak kérdezem. Csavikám, jó munkát neked. 855-55-00. A telefonszám a Csavinak, kérjetek tőle dalt, ha szeretnétek, aztán majd meglátjátok, hogy teljesíti-e. Mi pedig jövünk holnap. Menjetek! Jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Csau. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.
és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.